Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves pécsváradi polgárok, soron következő képviselőtestületi ülésünket a mai napon megnyitom. Először is engedjék meg, hogy körünkben köszöntsem dandártábornok urat, Pécs város rendőrkapitányát, Lakos József urat, emellett Komló város rendőrkapitányát, dr. Váci István urat, haletves urat, és természetesen Pécsvárad város őrsparancsnokát, aki szintén képviselteti magát a mai rendezvényükön. A képviselőtestület tagjai megkapták a mai napi rendi pontokat. Páran jelezték, hogy az egyéb kategóriában majd szeretnének további pontokat javasolni. Én azt javasolnám, mivel tábornok úrral és alezredes úrral beszéltük, hogy nyilván az ő idejük sokkal terheltebb és fontosabb, így az első napi rendi pont az övéké lesz, és ezt követően, miután a szavazás megtörtént, elköszönünk tőlük, hogy ők tudják a munkájukat végezni. Első napi rendi pontunk a mai napon a beszámoló közrendbiztonság helyzetéről Pécsvárad város területén. Az előterjesztő dr. Váci István Komló rendőrkapitánya, akit megkérnék, hogy ezt a beszámolót, amihez egy alaposan kidolgozott szakmai anyagot kapott a képviselőtestület, ismertesse számunkra. Tábornok úr, kérek engedélyt szóba a kiegészítést. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, hölgyeim és uraim, üdvözlöm a nézőket is. Össze is köszönöm szépen a lehetőséget, hogy beszámolhatunk a komlói rendőrkapitányság, azon belül is természetesen elsősorban a pécsvádi rendőrőrsnek a 2014 évi munkájáról. Engedjenek meg nekem egy pontosítást. Polgármester úr nagyon ritkán van ennyi rendőrnek a társaságában. Bizonyára ennek tudható be, hogy természetesen Dakos József rendőr dandártábornok úr, ő a Baranya megyei rendőrfőkapitány. Szeretnék itt megemlékezni a Pécsváros rendőrkapitányról, és ő Korontos Zoltán rendőr ezredes. Egyelőre még nem fog jönni. Hölgyeim és uraim, és elhelyütt szeretném én természetesen bemutatni. A jelenlevőknek nem kell, hiszen ők ismerik, de talán a tévénézők között van, aki nem találkozott velük. Sárosdi Péter rendőrőrnagyúról van szó, a pécsvádi rendőrőrs parancsnokáról, és Esküdt Zoltán rendőrszázados úrról, az őrsparancsnok helyettes úrról, a rendészeti alosztályvezető. Az írásos beszámolóhoz szeretnék én szóbeli kiegészítést tenni, anélkül, hogy megismételném az ott közzétetteket, viszont szeretném egy-két nagyon hangsúlyos kérdésre ráirányítani a figyelmet. Először is szeretnék emlékeztetni mindenkit arra, hogy 2014-ben három választás volt, és ezt a három választást a komlói rendőrkapitányság is, pécsvádi rendőrös is maradéktalanul a rendőri feladatok részéről végrehajtotta. Aztán, hogy konkrétumokról legyen szó, konkrét feladatokról, amiket önök a bőrükön érezhettek, szeretném jelezni önöknek, hogy egy jelentős és nagyon markáns bűncselekmény szám csökkenés történt mind a komlói rendőrkapitányság illetékességi területén, mind pedig a pécsvádi rendőrőrs illetékességi területén is. Nyilvánvaló, amiről én most beszélek, az az objektív biztonságérzet, de a szóbeli kiegészítésben szeretnék majd külön kitérni a szubjektív biztonságérzetre is. Az objektív biztonságérzet területén, amik a tények, az az, hogy a korábbi év 75 bűncselekményével szemben 2014-ben 54-re csökkent ez a bűncselekmény szám, és ami kifejezetten örvendetes, hogy ezen belül is az úgynevezett kiemelt bűncselekmények száma az 41-ről 28-ra csökkent. Ugye kiemelt bűncselekmények közé soroljuk azokat a nagy közérdeklődésre számot tartó, vagy a büntető törvénykönyv által helyénél és szerepénél fogva kiemelten kezelt eseményeket, mint például mondjuk egy rablás, kifosztás, vagy a nemi erkölcs elleni bűncselekmények. Ami szintén örvendetes, hogy a lopások száma közel harmadával csökkent, és én eljött is szeretném megköszönni a
pécsváradi közterületi térfigyelő kamera rendszerbe investált erőt és energiát, mivel természetesen nem tudjuk ezt számszakilag kimutatni, hogy melyik bűncselekmény az, amelyik elmaradt ezen kamerarendszer eredményeképpen, de teljesen bizonyos, hogy nagyon markáns szerepe volt ennek, és én csak bátorítani tudnám a képviselőtestület tagjait, polgármester úrra az élen, hogyha van rá lehetőség, akkor 2015-ben ezt a kamerarendszert természetesen bővítsék. Itt azonban szeretném fölhívni a figyelmet egy érdekes jelenségre, ez pedig nem más, mint részben az úgynevezett kisvárosoknak a sajátossága is. Abban az esetben, hogyha kevesebb bűncselekmény történik, abban az esetben, hogyha nem történik olyan kiemelt jellegű esemény, akkor bizony egy úgynevezett hamis biztonságérzet alakulhat ki a lakosokban. Az azt jelenti, hogy kevésbé hajlamosak arra, hogy figyeljenek a saját dolgaikra, kevésbé látnak úgynevezett érdekes és kriminális jeleket, amiket megosztanának a rendőrséggel, a rendőrökkel. Ennek az eredménye volt az, hogy az elmúlt napokban például itt Pécsváradon is egy besurranó társaság jelent meg, és sajnos az egyik hölgy nem volt elég éber és óvatos, és némi nemű készpénztől és értéktárgyaktól szabadították meg. A nyomozás jelen pillanatban is folyik, természetesen felhasználva a közterületi figyelőrendszernek a megfelelő adatait. Amivel szeretnék büszkélkedni, az az, hogy az összkapitánysági nyomozati eredmény, ami a pécsváradi őrsnek is markáns szerepe volt, az 54,9%, ami az elmúlt 5 év legjobb eredménye. Szeretnék külön egy szegmensét megemlíteni a bűncselekményeknek, ez pedig nem más, mint az úgynevezett családon belüli erőszak. Nem jellemző, de vannak rá példák Pécsváradon is, hogy egy családban van valaki, aki rendkívül agresszív módon közelít a többiekhez, különösen akkor, hogyha ne adj Isten alkoholos befolyásoltság alatt áll. Én úgy gondolom, hogy jó pár éve megvan már a büntető törvénykönyvben és egyéb más jogszabályokban is annak a helye, ahogy ezt mi rendőri szakmai eszközökkel valamilyen szinten kezelni tudjuk. Ez viszont kettő nagyon fontos körülménynek a találkozása szükséges. Az egyik, hogy legyen elhatározás a sérteti oldalról, a sérteti fél részéről, másik pedig, hogy a hatóság nyilván tegye hozzá azokat a hatósági eszközöket, amivel eredményt érünk. A második részében természetesen sem hiba nem lehet. Nem is volt eddig, és nem is lesz. Azonban szeretném itt megemlíteni, hogy a sértetnek a kifejezett kívánalma nélkül, ezen elhatározás nélkül nagyon nehéz a hatóságnak olyan körülményeket biztosítani, különösen egy családon belül, és egy családon belül viszonyok kapcsán, mint az ideális lenne, vagy legalább közelítene az ideálishoz. Itt viszont szeretném megint csak megemlíteni önöknek, és azt kérem, hogy ha lehetőségük van, akkor széles körben propagálják az úgynevezett távoltartás intézményét. Ugye a távoltartás intézménye arról szól, hogy ezt a családon belül nagyon agresszív felet a hatóság a sértett kívánalmára eltávolítja arról a helyről, magyarul a saját lakásából elvisszük, és a rendőrségnek jogköre van arra, hogy egy úgynevezett megelőző távoltartási határozatot hozzon, ez 72 óráról szól. Ez a távoltartó határozat két irányú lehet. Egyrészt személyektől tartsa távol magát, tehát nem közelítheti meg azt a bizonyos embert, akit ő korábban bántalmazott, másik pedig, hogy helytől tartsa magát távol. Tehát ez nem csak azt jelenti, hogy az adott lakásban nem bántalmazhatja a sértettet, nem mehet a közelébe, de nem közelíthető meg őt sem egy bevásárlóhelyen, sem pedig a közvetlen munkahelyén. Ha ez megtörténik, és a sértett jelzi a rendőrségnek, hogy megint itt van ez az ember, akivel szemben nyilván ezt a távoltartó határozatot meghozta a rendőrség, akkor őrizetbe vételi lehetősége van a rendőrségnek ezzel az emberrel szemben. Azért 72 óráról van szó, mert 72 órán belül biztos, hogy ez a történet a bíróságra fog kerülni, ahol majd döntenek arról, hogy ezt 30 napra meghosszabbítják, egyáltalán indítanak-e, ha igen, akkor milyen jellegű másik eljárást. Ezt azért szeretném hangsúlyozni, mert más beszámolók kapcsán is fölmerült, hogy mit tehet a rendőrség, és azt gondolom, hogy most már jó pár éve szakítottunk azzal a hagyománnyal,
és azzal a nem kívánatos bélyeggel, miszerint a rendőrség csak akkor megy ki, és csak akkor csinál valamit, hogyha vér folyik. Ezt határozottan tudom cáfolni, ez egyszerűen így nem igaz. Amire szeretnék pár szóban még kitérni, azok a közlekedési események. Én azt gondolom, hogy eddig is nagyon markáns figyelmet irányítottunk a hatos főközlekedési útvonalnak ezen szakaszára. Ezen belül is kifejezetten a Mecsek-Nádasdi szerpentines területre, hiszen az elmúlt időszak 5 halálos balesetéből 4 ezen a területen történt. Én úgy gondolom, hogy a folyamatos rendőri jelenlét, ezen belül is, ha szükséges volt, akkor a sebességmérés, ezen belül is adott esetben az egyes szakaszokon levő megismételt sebességmérés, ezen túl a járőrgépkocsikba szerelt kamerarendszereknek a használata, az mind-mind azt a célt szolgálta, hogy itt a sebességet csökkentsük, megelőzzük egyáltalán a baleseteket. És viszont szeretném kérni az önök és a lakosság figyelmét, szeretném kérni a segítségét abban, hogy legalább a passzív biztonsági eszközöket szíveskedjenek használni. Kössék be a biztonsági övet. Mert ezzel lehet, hogy súlyos sérüléseket előznek meg, akár maguknak nyilvánvaló, akár utastársaiknak. És ide tartozott ehhez a fajta tevékenységünkhöz az őt is hazavárták projekt kapcsán ezeknek a tábláknak a kihelyezése. Én ismételten szeretném megköszönni ehelyütt is mindenkinek a segítségét, aki ebben részt vett. Én úgy gondolom, hogy ez egy példaértékű összefogás. Szerte az országban elvitte a hírét, és hogyha csak egy pár ember csökkentette emiatt a gépjárműveknek a sebességét, akkor én azt gondolom, hogy már valamilyen szinten eredményt értünk el. A közlekedési területhez tartozik az is, hogy hosszú évek után, reményeim szerint, bár a pontos napot nem tudom, de a Molkút környékén is elindul végre valami, a tervrajzokról tudomásunk van, arról is tudomásunk van, hogy milyen jellegű útszélesítés, milyen jellegű járda építésről lesz ott szó, tehát milyen közlekedési lámpa kialakítása, nagy reményeket fűzünk hozzá. Abban az esetben, hogyha ezen építkezés, beruházás kapcsán bármi nemű olyan intézkedésre lesz szükség, ami a rendőrség hatáskörébe tartozik, akkor természetesen nem fogunk semmiféle időt elvesztegetni arra, hogy ez a beruházás minél előbb elkészüljön. És akkor ugyanúgy a közlekedés, és részben természetesen a baleset megelőzés körébe tartozik az a hosszú évekre visszamenőleges adósságunk, hogy szeretnénk valamit kezdeni, szeretnénk valami még többet, még konkrétumabb dolgokat kezdeni a Szentháromság tér és az iskola közötti gyalogátkelőjének a szakaszával. Úgy gondolom, hogy ebben nagyon sok energiát vittünk bele az elmúlt évben, és nem csak mi, hanem a polgárőrség és a közterület felügyelő is, úgyhogy szeretném megköszönni őt az ő munkájukat és tevékenységüket. Természetesen a megoldás, az egyik lehetséges megoldás az az lenne, hogyha a Nemzeti Közlekedési Hatóságnak volna arra megfelelő kapacitása és forrása, hogy ide egy közlekedési lámpát építsen ki. Én a mai napi beszélgetésből azt szűrtem le, hogy erre 2015-ben nagy valószínűség szerint nem fog sor kerülni. Ellenben azt is biztosan tudom, hogy ha az önkormányzatnak volna olyan elképzelése, hogy a saját erőből támogatná meg, akkor bizonyosan ott kezdjenek el gondolkodni, hogy 1,5-2 millió forintot kellene rászánni egy ilyen irányú beruházásra. Én azt gondolom, hogy a nyár valamilyen szinten megoldja most ezt a problémát, de ez nincs elfeledve, ez a kérdés. Egyrészt a nyári szünetig is, és mi már úgy tervezünk, hogy szeptembertől természetesen ezt a fajta tevékenységünket ugyanígy folytatni fogjuk. Utolsóként szeretném önökkel pár szóban ismertetni egy olyan tevékenységünket, ami nem túl látványos, bennünket nem érint teljesen közvetlenül, ez pedig nem más, mint az illegális migráció. Én úgy gondolom, hogy a szemünket azért rajta kell tartsuk, és pedig amiatt, mert a kollégáink ott a szerb határszakaszon azért napi harcot folytatnak ezzel a kérdéssel, és én azt hiszem, hogy csak idő kérdése, hogy az úgynevezett illegális migráns Nyugat-Európába menetehez szükséges útvonalak mikor fognak valamilyen szinten változni. Elképzelhető, hogy ez előbb-utóbb talán a hatos főközlekedési útra is át fog tevődni. Mi már most
folytatunk olyan fajta megelőző tevékenységet, olyan fajta ellenőrző tevékenységeket, hogy megpróbáljuk kiszűrni ezt a fajta embercsempész bűncselekményt, embercsempészet bűncselekményt. Természetesen azt nem tartom egy rossz dolgnak, ha ezzel kapcsolatban más egyéb bűncselekményeket is felfedünk, és felfednek a kollégáim. Azt gondolom, hogy ebből csak jól tudunk kijönni. Hölgyeim és uraim, ez lett volna az, amivel szóban szerettem volna kiegészíteni az írásos beszámolomat. Természetesen abban az esetben, hogyha kérdésük van, akkor állok szíves rendelkezésükre. Köszönöm szépen a lehetőséget. Köszönöm szépen, kapitány úr. Így első hallásból egy-két dolgot hagy fűzzek hozzá először is. Én is szeretném megköszönni az egész megye, és nyilván ezen belül Komló, és azon belül pedig Pécsvárad összes rendőrének azt a munkát, amit Pécsvárad közbiztonságáért tesznek. A számok úgy gondolom, hogy talán nem kell magyarázni semmit, bőven elég, amit kapitány úr elmondott, tehát egy olyan helyzetben vagyunk, ami talán példaértékű, bár azt viszont meg kell, hogy fogadjuk, amit kapitány úr mondott, hogy azért azt nem szabad elhinni, hogy nincs bűnözés Pécsváradon, és akkor fog nyilván ez megtörténni, amikor a legkevésbé számítunk rá. Külön köszönet azért, ami szintén szóba került, hogy kapitány úr közreműködésével próbálunk valamit tenni ezért a rendőrlámpáért. Hát ez a 1,5-2 millió forint, ez egy viszonylag nagy összeg még Pécsvárad város költségvetésében is, viszont egy-egy gyereknek a sérülése ennél nyilván jóval komolyabb. Egy apró hozzáfűzni való a kamerarendszerhez. A kamerarendszer fejlesztésében ugye aktívan többen részt vettek, elkészült. Talán egy hibája van, amit már többször a helyi rendőrös vezetőjével, kollégáival is beszéltük, hogy maga a kiépítésben, a beállításokban nem kértük a tanácsukat. Ez egy szerintem egy nevezhetjük nagyobb hibának is. Ezt mindenképpen a jövőben szeretnénk korrigálni, és a kamerák számát pedig növelni. Van egy-két olyan hely, ami kimaradt. Nyilván a 8 darab kamera az 8 darab, tehát abból nem lehet 10 helyet megfigyelni. Ebben még majd kérjük az ősparancsnok úr javaslatait, hogy hová kellene ilyeneket elhelyezni, ilyen kamerákat. Ami még talán fontos, igen, ez a molkutas kereszteződés, ez valóban a megye kollégáival ott részt vettünk ezen a műszaki átadáson, a mi műszaki osztályunk vezetőjével, szeptembert prognosztizálják. Úgy tudom, hogy a rendőrség lenyilatkozta, tehát minden hatóság tulajdonképpen egyetértett vele. Azt hiszem, hogy itt a szokásos ügymenet, ami még egy kicsit visszatartja ezt a történetet, de azt viszont jól látjuk, hogy azt nem tudjuk befolyásolni, azt ki kell várni. Úgyhogy én ennyit szerettem volna hozzáfűzni. Még egyszer köszönöm, maga a jelentés, az úgy gondolom, hogy aki ezt végigolvasta, az teljes értékű. Én nekem személyesen semmilyen kérdésem nincs hozzá. Nagyon örülök, hogy ilyen jó számokat is láttunk ebbe az alapos jelentésbe. És megkérem képviselőtársaimat, hogy valamiféle kérdés valakinél. Akkor, ha nincs, megkérném képviselőtársaimat, hogy szavazzunk arról, hogy kapitány úr által elkészített... Ja, bocsánat, tábornok úr, elnézést. Le van kapcsolva, nincs. De van. Csak nagyon röviden rabolnám az idejüket. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, köszönöm a meghívást, köszöntöm a televízió nézőit is. Én azt gondolom, hogy amit már itt a polgármester úr előrevetített, én tényleg csak nagyon röviden reagálnék bizonyos kérdésekre. Azt kristálytisztán látszódik, hogy a közrend, közbiztonság, objektív biztonsági mutatói nagyon egyszerű képlettel leírhatók. A bűnügyi érintettsége Pécsvárad városának, tehát csökkennek a kriminál statisztikában rögzített adatok, a felderítés és a nyomozás eredményesség pedig folyamatosan javul. Én, amit a belső tartalmi részét illeti, hát nyilván ez hiteles statisztikai adatokon alapul, én ezt a beszámolót mondhatom azt, hogy betűre átnéztem, illetve jóvágyásommal kerül önök elé. Ami a bűnügyi részét illeti, azt gondolom, hogy a keletkezett problémákra helyben választ tudtak adni a kollégák. Tehát ez a pécsváradi őrsnek a tevékenységét is mutatja, hozzátéve azt, hogy a közrend, közbiztonság nem rendőrségi szolgáltatás, hanem egy közös társadalmi termék, abban az önkormányzat, a lakosság, az önvédelmi mechanizmusok egyértelműen benne vannak. Pécsvárad város közrendje, közbiztonsága szélsőségektől mentes,
semmi olyan fajta, ami a szubjektív biztonsági érzetet borzolná, nem merült föl, amire ne tudtak volna itt a kollégák megfelelő válaszokat adni. Ennek nem fog ellentmondani az, hogy ha azt mondom, hogy egy lakásbetörést emlékszem el statisztikában, hogy annyi szerepel, akinek bementek az ingatlanjába, ő teljesen másképp gondolkodik ebbe a történetbe. Tehát ez a szubjektív és az objektív biztonság, ez egy nagyon sérülékeny kategória, úgyhogy a részünkről azt gondolom, hogy ennek a szinten tartása egy nagyon nagy erőfeszítést, illetve energiákat fog igényelni. Kapitány úr is szólt, meg a polgármester úr is, a közlekedés rendészettel kapcsolatban megyei szinten is beavatkozásokat fog tenni a térségbe. Azt látom a komlói kapitányság illetékességi területén, de trendjét illetően növekvő a személyisérüléses balesetek száma, a halálos balesetek száma, a könnyű balesetek száma. Tehát nyilván a hatos útnak megvan ez a fajta tranzitáló átmenő része, ettől függetlenül a megye közlekedés rendészeti erejei ebbe a térségbe többet meg fognak jelenni, elsődlegesen a megelőzés oldaláról. A másik, amit a szervelet egészen vonatkozásában szeretnék mondani, az úgy gondolom, hogy teljes egészében érvényesült. A szervezeti kultúraváltásban a párbeszéd, az együttműködés, a segítés-támogatás partneri kapcsolaton alapult. Az intézkedési kultúraváltásban pedig a differenciált jogalkalmazás szintén ugyanebben a kategóriában érvényesült. Tehát ahol figyelmeztetéssel lehetett az ügyet rendezni, azzal rendezték, a feljelentéssel lehetett csak, akkor ezzel rendezték. Én úgy gondolom, hogy az egész őrsnek a tevékenysége, a kapitányság tevékenysége a rendszerhez jól illeszkedik, különösebb beavatkozás igénye a rendszert illetően, hangsúlyozom még egyszer, nincs. A jövőkép vonatkozásában elsődlegesen az elemző értékelő munka abba az irányba fog menni, megelőzzük a bűncselekményeket tulajdonképpen. Megakadályozzuk a rendőrszakma eszköztárával, remélem, hogy ez sikerülni fog, itt nyilván megvannak a kockázati tényezők, ezekre még egyszer hangsúlyozom, én generális szabályokat nem is tudok kiadni. Az itteni problémákat az itteni kollégáknak kell észlelni, és nekik a beavatkozásokat megtenni, vagy abba segítséget kérni. Úgyhogy én úgy látom, hogy ami főcélkitűzésként is meg van fogalmazva a teljesség igényével, az itt élők biztonságát, szubjektív biztonság érzetét, a szükséglet hierarchia alapjait hivatottak megteremteni. Úgyhogy én ezt szeretném megköszönni a támogatásukat, a polgármester úrét személyesen, a képviselőtestületét, akit most már többőjüket személyesen is ismerek ebbe a kérdéskörbe, vagy szoktunk más jellegű fórumokon is beszélni. Azt a támogatást, amit tettek a pécsváradi őrs, a komlói kapitányság munkája érdekében, úgyhogy javaslom, hogy fogadják el a beszámolót. Köszönjük szépen. Most már kérdezem, hogy van még valakinek hozzá, de véletlenül valaki fogadatlanat fogkodunk. Ha nincs, akkor megkérném képviselőtársaimat, hogy a korábban megkapott és itt szóbeli kiegészítéssel kiegészített beszámolót elfogadásra akkor szavazzunk. Tegye fel a kezét, aki ezt a beszámolót ebben a formában elfogadja. Akkor megállapítom, hogy a beszámolót egyhangulag Pécsváradi város önkormányzata elfogadta. Köszönjük szépen, és további jó munkát! Köszönjük! Jó munkát, viszontlátásra! Szilvi, akkor megkérlek, hogy... Akkor javaslom, hogy térjünk át a következő napi rendi pontra, ez pedig Pécsváradi Közös Önkormányzati Hivatal beszámolója az elvégzett munkáról. Megkérném Dr. Fenyősi János Érző urat, hogy készít egy szóbeli kiegészítéssel, éljen akkor még ezzel a jelentéssel kapcsolatban. Tisztelt képviselőtestület! Az elmúlt évben szerencsére drámai változással nem tudok beszámolni, elég drámai volt a 2013. január 1-ben történt változás, amikor a közigazgatási feladatok egy jelentős hányabárta a járásfeladatokat csoportosították. Az akkor kialakult hivatali struktúra az gyakorlatilag megmaradt az elmúlt évben is, és úgy néz ki, hogy a viszonylag talán az elkövetkező években is változatlan marad.
Hivatalunkban jelenleg 18 dolgozó látja el a feladatokat, és hát azt is valamennyien tudjuk, csak az emlékeztetőképpen, hogy hozzánk tartozó apát van az Engővel, hogy Martonfes Lovász Hetőn községben is ellátják ezt a munkát. Hát egyébként ebben is. Az egyes osztályok munkáját a beszámoló részletesen tartalmazza. Jellemző az, hogy a hivatal munkának a zöme, vagy a súlypontja, a gazdálkodása helyeződött át ez a pénzügycsoport létszámából és a munkájából is látszik. Miután elsősorban a feladat elvonása a közigazgatási, igazgatási jellegű feladatokat érintette. Azért maradt is ebből természetesen feladat, és inkább akkor a dolgokról beszélnék, amik ebben a beszámolóban nem lehetnek benne, mert a jövőre vonatkoznak. Tehát várható esetleg még az, amit állandóan rebesgetnek, hogy az építéshatósági feladatokat elvinnék az önkormányzatoktól. Ezzel kapcsolatban végül is nem történt semmi előrelépés az elmúlt évben, csak a felrepelt pletykák. Ugyanígy szó volt az anyakönyvvel való hasonló bánásmódról, tehát hogy az is járási szintre kerülne, amit egyébként azért úgy logikailag sem lehet igazából kezelni, mert az anyakönyv egy olyan jellegű dolog, hogy mondjuk ezt nehéz elképzelni, hogy a pécsváradi járás anyakönyvvezető Gereslakon tart házasságot, mert ennek megvannak hogy azért a maga hagyományai, de azért maradjuk abban, hogy minden elképzelhető. Tehát az anyakönyvi feladatokon kívül ez a bizonyos anyakönyvvezető látja még azokat a kisebb jelentőségű közigazgatási ügyeket is, amik előfordulnak még nálunk, hogy ez a kereskedelmi igazgatás, ipari igazgatás, a vatkár és hát sajátos módon a munkamegosztás folytán hozzákerült a rendszeres gyermekvédelmi támogatás is, amit viszont már idén, júniustól az erre szakosodott ügyintéző fog átvenni. Egyelőre az még egy betöltetlen állás ennek minősül. Az én nevem alatt fut az a bizonyos tevékenység, a szociális ellátás, és vélhetően ebben az évben egy helyre kell, egy kézbe kerül valamennyi szociális ellátás, egy rendszer gyermekvédelmi támogatás is. Ami szintén hiányzik esetleg a beszámolóból, nem akartam a részletesebben kitérni, hadd lesen, hogy szóval is hozzáfűzni, ez az, hogy tavaly voltak a választások, amiket a rendőrkapitány is említett, ez nekünk jócskán nagyobb munkát okozott, nyilvánvalóan, mint a rendőrségnek. Ez a három választás, ez meglehetősen kimerítő munka volt, szerencsére most az elkövetkező években nem várható. Az általában a lakosság, illetve az ember csak azt a részét látják a választásnak, amikor el kell szavazni, hogy aznap dolgoznak emberek ezzel a problémakörrel. De valójában egy választás előtt már két hónappal elindul a munka, ami állandó jelentésekből és különböző jelentések tömkelegéből, főpróbákból és egyéb ilyen finomságokból áll. Hát azt hiszem, hogy megsemmisítendő papírmennyiség az egy ilyen köbméternyi lehetett, ami ezügyben keletkezett. De elmondhatom, hogy valamelyik választás esetén sikeres volt a munka, kifogás nem volt a választási szervek munkájával kapcsolatban. Elnézést, úgyhogy ezt sikeresen sikerült teljesíteni. Hát köszönöm szépen, ennyit mondtam volna, illetve még egyetlen aktualitást mondanék el, amit a mai napon hallottam, és nem bennünket élt közvetlen, mint a hivatalt, ez a kormányjából a kialakítása. Ami most úgy néz ki, hogy a járáshivatal vezetője számára is meglehetős váratlansággal 15 napon belül elkezdődik. Ez azt jelenti, hogy ott lesz egy kis átalakítás a lenti részen, illetve hát a mostani gyámügy és a régebbi szociális irodának az egybenyitásából alakítják ki a kormány ablakot, ami hát tulajdonképpen maradok a tárgyszerűségnél, tehát igazából az okmányirodának a dolgozóiból fog állni, illetve talán még valakiből. Ennek a kormányablaknak ugye az a célja, hogy a lakosság az ügyeit egy helyen meghosszabbított ügyfélfogadás keretében is intézhesse, és nem csak azokat az ügyeket, amiket itt helyben el lehet intézni, hanem azokat is, amit alkalmasint be kellene menni Pécsre, vagy elfáradni más közigazgatási ügyben eljáró szervhez. Ez a része azonban sajnos egyelőre még csak úgy tud működni, hogy valójában a kérelmét nyújtja be itt ezen a helyszínen, és ezt a kérelmet továbbítják az illetékes hatóságnak, és itt felti át esetleg a választ. De ez mindesetre egy nagy lépés lesz ugye a közigazgatás szempontjából, hogy Pécsváron nem is terveztek eredetileg kormányablakot, végül is hamarosan létre fog jönni. Én úgy gondolom, hogy hónapotban is fejezik ezt a munkát, sokáig nem fogják húzni. Hát köszönöm szépen, és amennyiben kérdése lenne valakinek, akkor szívesen válaszolok. Köszönöm szépen, Jézi úr. Valakinek kérdése ehhez? Feri? Én azt szeretném kérdezni, hogy ez a hivatali hierarchia, amit itt látunk, én ezzel kapcsolatban kérdezem, hogy a városgazdálkodás, illetve azok az emberek, akik a Kft-től átkerültek, vagy a pályázatírók például, ők hol helyezkednek el, vagy őket hova kell? De van hivatal rész.
Tehát van egyszer a hivatal. A hivatalban ugye mindegy közigazgatási szervnél köztisztviselők dolgoznak. Az a szűk lista, amit látsz, ez gyakorlatilag az. Most magának az önkormányzatnak ugye vannak az alkalmazott területen dolgozó is, vannak a költségvetési szervek, ismerjük, és vannak azok, akik költségvetési szerv nélkül közvetlenül kapcsolódnak a polgármester úr munkáltató jogköre alá, ilyet például maga a művelődési ház is, és ugyanez vonatkozik a városgazdálkodási részlegre is. Jó. Van ennél nekünk ilyen nagyobb szervezeti állalák is, amit a polgármester úr is dolgozott ki, azon ez látszik ez a beosztás, de itt most csak erre a részére szűkítettük le. Jó. Azt is megkaphatjuk meg valamikor, hogy ezért látjuk. Persze, hát akár e-mailbe se tudok küldeni, mert köszönöm szépen. További kérdés ezzel kapcsolatban? Ha nincs, akkor elősülünk szavazunk el az előtt is, ugye? Akkor megkérném képviselőtársaimat, hogy szavazzunk ennek a beszámolónak az elfogadásáról. Aki egyetért ezzel a beszámolóval, az kérem, tegye fel a kezét. Megállapítom, hogy a képviselőtestület egyhangú igennel elfogadta. Visszatérve az előző felé, az előző kérdéset, ez nagyon, nagyon sok ember egyébként néha tévesen értelmezi, és nyilván ezt mindenkinek egyszer el kell magyarázni, hogy itt olyan, mintha két szervezet lenne egy épületben, a hivatal és maga az önkormányzat. Tehát vannak olyan dolgozói itt a hivatalnak, akik ugye közvetlenül egy személyben a jegyző úr alá tartoznak, és őtől lekapják azokat az utasításokat, amit igazándiból mástól nem is kaphatnak, hiszen a polgármester ilyen szakmai felkészültsége nem rendelkezik. Ezt nem is most elsőben neked, hanem a város polgárainak mondanám, hogy ilyen szempontból ketté van választva az önkormányzaton belül dolgozó emberek csoportja. Jó, köszönöm szépen. Akkor ezt a Gábor fog most másolni, és akkor mindenki kap, akinek még nem volt, szerintem van, akinek már van ilyen a birtokában, nem? Benci, ti kaptatok egyet szerintem, a vár, ugye? De azért akkor most kap minden képviselő újból egyet, jó? Köszönöm. Következő napirendi pont, tájékoztató önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok helyzetéről. Ugye itt két társaságra gondolunk, az egyik a Pécsváru Vízmű Kft., illetve a másik a Vár Kft. Szilvi, engedd meg, hogy én egy rövid pár mondatban a vízműről, hiszen az nincs is itt az ügyvezetője. Ugye mindenki tudja, hogy a Pécsváru Vízmű Kft.-nek a feladatkörét a Mezőföldvíz Kft. Átvállalta, 99%-ban, az 1% az a még folyamatban lévő régebbi időről datált különböző ügyek, tartozások kezelése, illetve a maga a Kft.-nek van egy olyan, mondhatjuk úgy, feladata, hogy a Mezőföldvíz Kft. Által még fizetendő különböző eszközhasználati, bérleti díjaknak a úgymond behajtása, átvétele az ő feladata. Operatíve már nem vesz részt Pécsváradváros víz- és közműhálózatának karbantartásában. Nincs is ugye dolgozója az ügyvezetőn kívül, hiszen a többieket a Mezőföldvíz Kft. Átvette, és ő irányítja. Az ő irányításuk alatt végzik a feladatokat. Mondhatni úgy, hogy egy alvó Kft.-ről van szó. Sokan kérdezték az elmúlt pár hónapban, hogy miért is nincs ez akár felszámolva, vagy megszüntetve. Hát az egyik oka az ezeknek a pénzeknek az átvétele, de ezt még kiküszöbölni úgy, ahogy ki lehetne. Viszont szó volt arról, hogy esetleg a Vár Kft.-vel összevonni. Ennek ugye olyan oka van, hogy a Vízmű Kft.-nek volt munkaügyi pere, így nem lenne jó ötlet összevonni egy olyan Kft.-vel, aki mentes ilyentől és pályázat szempontjából abszolút potens. Míg ez a cég, ez addig, amíg le nem jár ez az 5 éves ciklus, az idő alatt ilyen pályázatban nem vehet részt. A másik dolog, és talán ez egy ilyen kicsit aktuálisabb, ugye van itt egy olyan nyomozati ügy, ismeretlen tettes ellen, ami szintén befolyásolja majd a Pécsváradi Vízmű Kft. Jövőbeni életét. Ennek a kimenetele, ugye ez még akár évek is lehetnek.
emiatt szintén nem érdemes sem megszüntetni, sem hozzácsapni bármelyik másik céghez. Erről majd később, hogyha már a nyomozat olyan szakaszba ér, hogy szabad lehet tájékoztatni a lakosságot, akkor ezt meg fogjuk tenni. Addig a nyomozók és a rendőrség kérése az, hogy információ erről ne menjen kifelé. És akkor megkérnék szív, hogy a Vár Kft-ről egy pár szót. Nagy szeretettel köszöntöm polgármester urat, képviselőtestület tagjait és a tisztelt tévénézőket. Polgármester úrnak terve volt ugye, hogy külön választja a városüzemeltetést és a Vár Kft-t. Ezért márciusban az a kéréssel fordult hozzám, hogy elvállalnám ennek a Kft-nek az ügyvezetését. Ezt nagy örömmel tettem. Ezért én márciustól dolgozom ebben a munkakörben. A Vár Kft. Munkatársai 20 főből áll, ami konkrétan 4 fő a Vár Kft. Dolgozója. A többi dolgozó pályázat, közmunkaprogram alapján és alkalmi munkavállalói munkakörrel teljesítik ott a feladatukat. A Vár Kft.-hez tartozó konkrét feladatkörök a Samu Géza Múzeum, a Dombai Tavi Tábor és a Vár üzemeltetése, ami ugye abból áll, hogy ott a szálloda, az étterem, a múzeum és ugye a programoknak a teljes körű lebonyolításából áll. Ugye természetesen ennek az egész feladatkörnek ugye a legnagyobb feladat, a legnagyobb eleme ugye a Vár maga. Azért néhány szóval itt a Samu Géza Múzeumról és a táborról is ejtenék egy-két gondolatot. A Samu Géza Múzeum ugye egy előregedő épület, ami hát nem a legjobb állapotban van, de ugye ez az elkövetkező évek feladata lesz majd, de addig is próbáljuk ennek az épületnek a kihasználását megoldani. Ugye a szálló részét nyáron, mint nyári táborok, mint zarándokszálló kihasználni. Nagyon keresett az iskola történeti kiállítás része és a múzeum része. Hát ezekbe próbálunk mindenféle programokat odavinni, hogy egy kicsit érettet leheljünk belé, hogy fenntartsuk ezt az egész épület együtt, vagy épületet. A Dombai Tavi Tábor, ugye ott a folyamatos felújítások és a reklámok következtében egyre többen keresik, és egyre népszerűbb ez az épület együttes, meg ez az egész komplexum. Itt nagyon sok pécsváradi tehát rendezvényeket tartanak, ott pécsváradiak is, nagyon örülünk neki, hogy pécsváradiak is keresik, már rendezvényeket tartanak. Idén tavasszal már tünapos kirándulások, táborok is voltak már. Ugye itt a tavalyhoz képest a reklámozásnak köszönhetően egyre több az érdeklődés, egyre nagyobb a forgalom. Itt a tavalyi évhez képest a nyárra is egyre több a foglalás, és egyre többen igényelik nyári táborozás céljára ezt a létesítményt. A Vár idén januártól már teljes erőből üzemelt. A nyitás március 15-én terveztük, tehát március 15-én volt. Ez egyben egy nagy pályázatnak, a DDOP pályázatnak a lezárása, és a nyitási ünnepség is volt.
nagyon nagy örömünkre szolgál, hogy ez a pályázat megvalósulhatott, mert itt nagyon sok olyan attrakciós elem készült, nagyon nagymérvű beruházás által nagyon felfejlődött, nagyon megújult az egész vár területe, így nagyon nagy tehát reflektorfényt kapott. A múzeum 2014-ben a múzeumi látogatottság 6456 fő volt. Hozzá kell tenni azt, hogy ugye a tavalyi évben csak ugye májusban nyitottuk meg a múzeumot, ugye a felújítási munkálatok során. De ebben az évben már április végéig 2139 fő az, aki már ellátogatott hozzánk, megnézve a múzeumot. Szeretnénk a 2013-as évi 12 000 fölötti látogató számot egy kicsit felülmúlni. Ugye ezt remények szerint nem lesz olyan nehéz, mivel annyira reflektorfénybe került, tehát a sajtó által, a tévé által, tehát mindenféle média szempontjából nagyon reflektorfénybe került itt a vár. A szálloda rész szintén ugye tavaly az első vendégek április 26-án tudtuk fogadni a felújítási munkák miatt. Idén már április 30-áig 265 vendég éjszakánk volt, és a 2014-es évben pedig 1300 vendég éjszaka volt összesen. Tehát ez is mutatja azt, hogy milyen kereslet van az idei évben már. A májusi hónapban pedig már itt az első hetekben szinte 5 napos teltházunk volt. Nagyon decemberben egy szállásfoglaló rendszerhez csatlakoztunk, ami azt jelenti, hogy nem csak a hétvégét, tehát vagy az eseményekhez kapcsolódó szállásfoglalások növekedtek meg, hanem a hétköznapi foglalások száma is egyre nő, és hát ez nagy örömünkre szolgál. Ugyanez mutatható ki az étterem részen, ahol a napi menü száma stabilizálódott, kismértékben növekedett, és a hétvégi alkalmak, tehát az à la carte vendégek száma igencsak megnőtt. Rendezvényeink terén tavaly 19 lakodalmat bonyolítottunk le, 2015-ben pedig már 16 lakodalom van lekötve a várba, tehát 16 ilyen nagy eseményre készülünk. Ezek mellett nagy sikerű rendezvényeink, konferenciák már voltak, és ugye az idei évben, mivel ugye kiemelt programunk a Millennium Év program sorozata, ezért még több konferenciát, családi rendezvényeket, termékbemutatókat, és ebben a hónapban, ugye májusban leginkább az osztálykirándulások hónapja ez. Itt számszerűleg már 12 konkrét programfoglalásunk is van. Ugye, hát egyrészt ez köszönhető ugye a pályázat lezárásának, ahol ugye nagyon sok attrakciós elemünk elkészült, mind a sókamra, illatkamra, ugye az ispotály részben,
vagy pedig a kültéri részben ugye maga a Kovács műhely, vagy a Füstös konyha, és nagy rendezvényterületünk van ez a Hodály rész. A múzeumunk is ugye teljesen új kiállítással megújult. Ez ugye tavaly decemberre készült el, tehát idén januártól tudtuk itt ténylegesen fogadni a vendégeket, ahol nem csak ugye számszerileg várjuk a növekedést, hanem pénzbelileg is, mert ugye új kiállítással új kombinált jegyeket hoztunk létre, ami azt jelenti, hogy nem csak magát a kiállítást, hanem magát az ispotály részt is egy teakkóstolóval végignézhetik, megtekinthetik, tehát különböző korosztályokat szólítottunk itt meg, a családokat, ugye a fiatalabb korosztályokat, de természetesen az időseket is, ezekhez mérten nagyon szép kiadványokat, ilyen programokat készítettünk, ami színvonalas, mutatós, és hát ezt ugye egyrészt már januárban volt egy sajtótájékoztatónk, februárban voltunk, jelen voltunk a Nagy Budapesten az utazás kiállításon, és hát ugye készült a pályázat lezárás kapcsán egy imás filmünk, ami nagyon nagy sikernek örvend, nagyon nagy a nézettsége, és sokan mondják is, hogy kíváncsiak személyesen eljönnek ez a néhány perces bemutató film kapcsán, hogy élőben személyesen megnézzék, megtapasztalják, hogy mi történt itt Pécsváradon. Azt még hozzá kell tennem, hogy próbálunk olyan hirdetési felületeket keresni, ahol ezeket a népszerű programjainkat egyrészt ismertetjük. A honlapunk nagyon jól működik, ahol nagyon sok visszajelzés van. Ugye rádió közvetítés volt nálunk, tehát nagyon nagy tekintet fordul felénk itt a várra mindenféle új dologgal kapcsolatban, és hát úgy látom, hogy itt a májusra előre nézve is nagyon-nagyon sok olyan program van, ahol szinte tehát nincsen szabad hétvégénk, és a hétközbeni napok is nagyon-nagyon zsúfoltak, tehát nagyon tele vannak, és ennek nagyon örülünk természetesen. Itt az üzemeltető, vagy itt dolgozók köre is úgy érzem, hogy egy nagyon jó, lelkes csapat állt össze, és rajtuk is nagyon sok múlik, nagyon-nagyon sokat akarnak tenni, szinte sajátjuknak érzik a várat, és hát úgy érzem, hogy az év végéig, tehát a záró program így nagyon sok rekordot szeretnénk megdönteni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Egy-két dolgot valóban ugye mondhatom ezt személyes célomnak, hogy szerettem volna egyszer végre megnézni, hogy ami még nem jött el ez a pillanat, majd egy év távlatából visszanézünk, hogy sikerült-e külön választani, és mennyire a Vár Kft.-nek a valós úgy mondom, tevékenységét, a városgazdálkodási osztálytevékenységétől, majd ezt a számok mutatni fogják. Amit én köszönök, hogy ez a csapat tényleg megtesz mindent azért, hogy úgy menjen minden, ahogy mennie kell, és hogy is kell mennie. A polgármesternek ugye volt egy elvárása, ami egyelőre abban nyilvánul meg, hogy a Vár Kft.-nek az év 12 hónapjából legalább 8 hónapban önellátónak kell, hogy legyen. Ez azt jelenti, hogy Pécsvárad város nem veszel pénzt, ha lehet semmilyen módon a Vár Kft.-től. Minden pénz ott marad, ezekkel önnekik kell gazdálkodni úgy, hogy amikor a fizetések eljönnek, akkor azt szintén nekik kell kifizetni. Ezt elmondhatjuk, hogy ez már április hónapban megtörtént,
én úgy gondolom, hogy nem is egy erős hónap után ez azért megoldódott, és véghez tudtátok vinni. Ezért külön köszönet, és bízunk benne, hogy ez a következő jó pár hónapban így lesz. Tényleg van okotok szerintem büszkének lenni, mert nagyon nagy feladat áll előttetek, és ezt tényleg jól csináljátok. Én azért egy apróságot hagyd mondjak el, ami jó érzés volt, tehát a Dombai tónál ugye tudomásomra hoztatok egy-két adatot, és azt szerintem nagyon, bár tudom, hogy a tényezők egy kicsit mások voltak az elmúlt évben, mégis az, hogy 7-8-szoros az első 4 hónapban a bevétel nagysága, az sok mindent elárul. Én bízok benne, és ehhez sok sikert kívánok, hogy ez így fog folytatódni. Nagyon nagy szüksége lenne a településnek minden szempontból, és itt nem csak gazdasági szempontból. Ez a tábor is vele együtt a Dombai tónak fel kell, hogy jöjjön. Tehát arról a szintről, ahol volt és ahol maradt valahogy, egy kicsit ez kiesett a látókörből, hogy annyira vár, hogy azért megfeledkeztünk, és ez egy kicsit hiba, tehát nem szabad megfeledkezni. Ez a második attrakciója Pécsváradnak a vár után. És talán az Engőt most azért nem mondom, mert az ugye nem egy csak Pécsvárad attrakciója, az több település is megjelölte így. Úgyhogy erre több energiám kell, ami el is kezdődött ugye a városüzemeltetés részéről, különböző pályázati forrásokban nyert pénz és munkaerő az ide fog koncentrálódni. Tehát köszönet azért, hogy ez a vonal is elindult. A Samu Gézával kapcsolatban ami fontos, és Szilvi nem annyira tért ki rá, hogy azért ez az épület, ez nem Pécsváradé. Tehát Pécsvárad itt az egyházi részéről egy átadott ingatlant kezel, úgy gondolom, hogy a körülményekhez képest elfogadható módon. Tehát nyilván ebben a gazdasági helyzetben az egyház se tud ebben nagy pénzt beletenni, nekünk meg tulajdonképpen annyit kell beletennünk, hogy mégis biztosítsuk ugye a bent lévő műtárgyaknak a megóvását, magát az épületnek a megóvását, de hosszú távon mindenképp pályázni kell arra, hogy az épület ez rendben legyen téve. Ennek viszont van egy előfeltétele az, hogy nyilván a püspöki úr is nyilatkozzon arról majd, hogy milyen tervei vannak a jövőben. Mert ha úgy van, ahogy én sejtem, hogy őnekik ez most nincs látókörbe, akkor erről, hogyha kapunk valamiféle szerződéses formában egy papírt és lehetőséget ezzel, akkor nyilván mi pályázni fogunk, és akkor ez az épület rendben lesz téve. Jó. Köszönöm szépen akkor. Erős kellene szavaznom, ugye? Bocsánat, én tehetek. Igen, bocsánat, persze. Szeretném. Én sorba mennék, hogy a Szilvi mondta, jó, hogy ne maradjon ki semmi. Mindenképpen én is felírtam ezt, hogy a Samunak mindenekelőtt ezt a tulajdonviszonyát kellene rendezni, illetve pontosítani kellene annak a bizonyos bérleti szerződésnek a tartalmát. Ugye az eleve 2020-ban lejárt, tehát ha így nézem, akkor még bőven van idő, az alatt még pont össze is dőlhet, illetve addig nagyon sok mindent lehet vele tenni, tehát ez egy nagyon fontos feladat lenne. Ezt ugye a legutóbbi püspök úrnál tett látogatáskor ugye elsiklottunk fölöttem, mert annyi akut dolog volt, de hogy ezt azért minél előbb és rövid távon rendezni kellene. A reklám erejére Szilvi többször is kitért, éppen a mai napon itt az előbb szedtem le magamról a kitűzőt, egy konferencia volt Pécsett, a Dél-Dunántúli Turizmus szakmai napja, ahol szintén lehetőséget kaptunk arra, hogy bemutassuk a várunkat, nagyon sok pozitív visszajelzés jött, és már nem az újdonság erejét láttuk az arcokon, tehát hogy nagyjából el tudnak bennünket már helyezni a turisztikai palettán, és ha visszagondoltok arra, hogy 2010-ben, amikor belevágott az önkormányzat ennek a várnak az üzemeltetésébe, akkor ez volt az egyik cél, hogy úgy nagyjából visszamásszunk a turisztikai térképre, akkor én azt gondolom, hogy ez így 4,5-5 év után ez teljesen sikeresnek is mondható. Egyébként ebben nagyon nagy szerepe van a milleniumi évnek. Ezt, amikor elindítottuk a milleniumi programot, akkor ugye azt fogalmaztuk meg, hogy egyrészt az országos köztudatban valahol helyre kell tenni, hogy ez itt a magyar államalapításnak és az egyházalapításnak az emlékhelye. Tehát én azt gondolom, hogy ezt a fajta sajtófigyelmet ezen keresztül is elérhetjük, illetve visszakapcsoltan ezt a célt is elérhetjük. De éppen a hétvégi egyébként rendkívül színvonalas rendezvény után mondom azt, hogy a másik pedig éppen az volt, hogy a helyi emberekben tudatosítani azt, hogy milyen fantasztikus helyen élnek, na itt viszont még látok azért hibákat, tehát én arra bíztatom a pécsvárdiakat, hogy igenis ismerkedjenek meg azzal, ami itt van
a lábuk előtt, az orruk előtt, és tessék részt venni ezeken a rendezvényeken, mert nem várhatjuk el az országos figyelmet akkor, ha itt helyben ezt nem tudjuk produkálni. A múzeumról csak annyit, hogy ugye 2014-ben ez a 6000 néhány száz fős látogató, ez azért ez egy kifejezetten alacsony szám a korábbi évekhez. 2010-ben vettük ugye át az üzemeltetését, a nyár közepén, tehát ez egy csonka év volt, az utána következő években mindig elértük a 12000-es látogatószámot. Ez a 6460 néhány ember, ezzel együtt szerintem egy nagyon komoly siker, ha tudomásul vesszük azt, hogy eleve áprilisban tudtunk kinyitni, hiszen addig teljes építkezés volt. Az építkezés tovább folyt folyamatosan, a kápolna gyakorlatilag augusztus végéig be volt állványozva. A kiállításunkat áprilisban villámgyorsan lebontották, és az új kiállítás az december végére készült el, és hogy ezzel együtt tudtuk ezt a 6000 fő feletti látogatószámot produkálni, ez szerintem egy kifejezett siker. És az idei évre én ennél vérmesebb vagyok, mint a Szilvi, tehát én a 15000 látogatót tűztem ki magunk elé célnak. Ennek meg kell lennie, itt az első néhány hónapnak a látogatószám, tehát olyan, hogy áprilisban több mint 900 vendég legyen, soha nem volt még. Amióta statisztika van, ezt azért hozzátenném, mert hogy ugye 2000-es évek elején közepén még azt hallottuk, hogy ide a kutya se jön, és csak 2010 óta vezetünk statisztikákat. Ez a 8 és 4 hónapos önellátásra való elvárás, ez úgy érzem, hogy ez március, illetve áprilisban már abszolút teljesült, a májusra pedig most kimerem jelenteni, hogy teljesülni fog így az előző hétnek a forgalma alapján. Vendégészaka szám, ugye 1300 vendégészakát regisztráltunk kereken az elmúlt esztendőben. Ha visszakanyarodunk egy pillanatra az előző napirendi ponthoz, és megnézitek benne, hogy az idegenforgalmi adó mellett a Pécsváradon regisztrált vendégészaka az 1465 volt, és ebből 1300-at a vár produkált, akkor azt hiszem nem túlzás azt mondani, hogy a pécsvári turizmust azt a várra kell építeni, illetve döbbenetes, hogy akkor emellett ezek szerint nem nagyon van más. Ugye a vár központúság az ott is visszajön, ha megnézzük a királyításoknak a látogatószámát, tehát hogy a többi kiállításunk az gyakorlatilag csak a betévedő vendégektől produkál látogatókat, tehát ezt mindenképpen egységben kell kezelni, és aki egy kicsit úgy érzi, hogy a vár az túl teng, akkor az tegye mellé ezeket a számokat, tehát valahol az az egyetlen pont, ahol ezek vissza is jönnek. Nyilván ehhez az országos rendezvényünk is hozzájárulnak, ami sajnálatos, hogy ezek szerint nem nagyon fokozza a vendégészakáink számát, tehát itt még vannak tennivaló. A mi programcsomagunk, amit minden egyes vendég megkap, tehát nem ezek a kis szórólapok, amik a különböző helyeken megjelennek, hanem aki hozzánk eljön, vagy aki e-mailben bejelentkezik, az egy több mint 7 oldalas csomag ajánlatot tartalmaz, és ebben nem csak Pécsvárad, hanem a közvetlen környezetünk attrakciói is benne vannak. Tehát ha így veszem, akkor meg mégsem igaz, hogy itt ebben a környékben egyedül a vár az attrakció, csak ehhez kellenek partnerek, ez kell hozzáállás, és ez kell az, hogy akik itt helyben vannak, azok is tudják, és ne küldjék el a vendéget egy félnapos itt tartózkodás után Pécsre, mert itt már egyébként nem lehet semmit látni. Tehát megint csak odatérnék vissza, hogy legyünk tisztában a saját értékeinkkel, illetve hogy a sült galamb még senkinek nem röpült a szájába, tehát ezekért mindenkinek tennie kell, és mi erre abszolút nyitottak vagyunk, és azt gondolom, hogy a vár mellé hozzátenni a magunk is saját attrakcióját, legyen ez rendezvény, legyen ez egy szolgáltatás, legyen ez egy vendégház, mert bizony nem mindenki szeretne szállodában megszállni, tehát ezzel együtt ez egy igenis nagy lehetőség, csak ehhez kommunikációra és együttműködésre van szükség. Szilvi említette a konferenciákat, 2 nagy országos, illetve az egyik az egy nemzetközi konferencia, amin itt az elmúlt néhány hónapban túl vagyunk, és nagyon nagy sikerrel, nagyon pozitív visszajelzéssel. Sajnálom, hogy nem hoztam el, de a képviselőtársaknak meg fogom mutatni, illetve mindenképpen közzé szeretnénk tenni a legutóbbi konferencia szervezőjének, dr. Cirják professzornak a levelét, amiben megköszönte a munkánkat. A konferencia turizmus az egy nagyon fontos irány, hiszen az komplex szolgáltatást vesz igénybe, tehát ott szállás, étkezés, rendezvénytermek és a hozzá kapcsolódó úgynevezett hölgyprogramok kapcsán szinte mindent bele tudunk ebbe vonni, tehát mi erre nagyon nagy hangsúlyt szeretnénk fektetni, és hála Istennek az elmúlt évek, mert azért ez nem csak egy év volt, felújításának köszönhetően az infrastruktúra az rendelkezésünkre áll. Az osztálykirándulásnál szintén 4 évvel ezelőtt mondtuk azt, hogy hát jönnek a csoportok, kiszállnak a buszból, megnézik fél óra, egy óra alatt a várat, utána visszaszállnak és elmennek.
Ezek a számok, illetve ez a 12 csoport, aki bejelentkezett, ez nem is feltétlenül egy-egy osztályt jelent, de mindenképpen olyanokat, akik legalább egy teljes napi programot választottak nálunk, étkezéssel vagy anélkül, szállással vagy anélkül, de mindenképpen komplex csomagként, tehát nem egy egyszerű múzeum látogató osztályról van szó, azokat itt nem vettük bele ebbe a számtanba. A személyes hozzáállásnak, tehát ugye a csapatot dicsérendő, és ehhez hadd társuljak, vagy csatlakozzak én is, ennek borzasztó nagy szerepe van a vendéglátásban, az infrastruktúrális háttér és környezet mellett az emberi viszonyulásnak legalább ugyanolyan szerepe van, és úgy tűnik, hogy nálunk most ez a csapat összeállt, és igazi vendéglátóként tudnak a vendégekhez fordulni. A városgazdálkodás, város és Kft. Összefonódása, hát ezt úgy bogozzuk. Tehát azért ez nem, és én azt gondolom, hogy teljesen nem is tudjuk elengedni soha egymás kezét. Az számom, tehát én is úgy vélem, hogy ez nagyon fontos lenne, hogy lássuk azért itt a pontos határokat, de ez még egy ideig eltart, amíg ezekről így le tudunk válni, illetve nem is tudom, hogy mennyire tud ez önállósodni, hiszen a régi intézmények tekintetében is azért a városgazdálkodás ugyanúgy besegít, és szerintem ez nálunk sem fog tudni elmaradni, de az, hogy tisztán lássuk, az szerintem is nagyon fontos. És akkor én két rövid távon és egy viszonylag hosszabb távon is megoldható, vagy megoldandó dolgot szeretnék még felhozni. Ugye van tehát fut az IPA pályázat, és ennek keretében az ágyútoronynak a nyílászáróit is kicseréltük, ugye párhuzamosan a zsindelynek a cseréjével, így gyakorlatilag egyetlen egy rész maradt, ahol nem cseréltünk, és borzasztó fontos lenne a nyílászárók cseréje, ez az úgynevezett Szent Gellér terem, illetve az a tömb, amit ugye beépítettek a torony és a régi barokk épület közé, borzasztó állapotban vannak, ugye volt egy bérlő, aki úgy hőszigetelt, hogy furhabbal kinyomta ezeket az ablakokat, tehát se kinyitni, se megtisztítani, tehát semmit nem lehet vele. Erre van is egy árajánlatunk, tehát ez az, ami hogy viszonylag rövid távon azt gondolom, illetve most, hogy be van állványozva, talán most lenne a legpraktikusabb ezt megoldani. A másik ilyen ennek a sokat emlegetett és hát vegyes érzelmekkel fogadott Hodály rendezvénytérnek a kérdése. Ugye itt rendezvényt jelen formájában nem lehet tartani, tehát függetlenül attól, hogy a tervező ennek szánta, ez így alkalmatlan rá. Mindannyian tudjuk, hogy még az augusztusi nyári színházak estén is Pokrocban és Kavádban ülünk ott, tehát így, hogy annak semmiféle zárható egysége nincsen, ez így használhatatlan, és nem is merünk oda különösebb rendezvényt vállalni, de egy termófüggön jelenteni a megoldást, nem kevés pénzt jelentessen, de ezt el kell dönteni, hogy akarjuk-e használni, mert akkor erre bizony szükség van, vagy pedig megtartjuk így ilyen adott esetben más egyéb könnyen kiváltható események színhelyének, akkor el lehet tekinteni ettől. És ami nem ilyen rövid távú, hiszen ami nagyon akut volt a szagelszívás, azt sikerült megoldanunk az elmúlt hónapban szintén saját erőből, az a konyhának a felújítása. Egyszerűen kinőttük azt a pici helységet. Szerencsére, hogy a Szilvi említette, hogy a hétvégén az elekártós forgalom az úgy megnövekedett, hogy egyszerűen fizikailag nem férnek el a tányérok azon a pici asztalon. Meg ha hozzáteszem, hogy 14, adott esetben 17 hűtő megy különböző helyeken, mert ugye az alapanyagok szigorú szétválasztás szerint kell, hogy tároljuk őket, meg hát a forgalom meg is kívánja ezt. Tehát, hogyha ott egy hűtőkamra állna rendelkezésre, hogyha egy picit tudnánk bővíteni a teret, hogyha tudnánk modernizálni, tehát ide modern eszközöket sem lehet beépíteni. Erre nyilván lessük folyamatosan, ez biztos, hogy nem egy olcsó beruházás lenne, illetve miután műemléki környezet vagyunk, abban se vagyok biztos, hogy a másik oldalon hogy tudna ez átmenni, de hogy hosszú távon ezt is a szemünk előtt kellene tartani, én azért szerettem volna, hogy ezt itt most mindenki hallja. Bocsánat, ha kicsit hosszú voltam, de ezek még így a szívügyemhez hozzátartoztak, hogy ezekről beszéljünk. Köszönöm szépen! És köszönöm szépen, pár apróság. Abszolút egyetértek azzal, és egy nagyon-nagyon fontos dolognak tartom, hogy pécsváradiak mi is használjuk ezt a várat. Én azt javasolnám pont erről az alakárttal kapcsolatban, hogy aki pécsváradi, így tévén keresztül üzenném mindenkinek, hogy próbálja ki ezt a két szakácsfiút, aki most ott dolgozik, mert szerintem hihetetlen jó főznek, és ha valaki már úgy gondolja, hogy már mindenhol evett Pécsváradon, akkor azért menjen fel és kóstolja meg, hogy mi annyi, itt a képviselőtestület tagjai szerintem mindannyian próbáltuk már, és nem hiszem, hogy rossz véleménnyel voltunk
hogy mit produkálnak ott fenn a szakácsok a várba. Tehát fontos lenne, hogy mi helyiek is menjünk, és vagy vigyük oda a vendégeinket. Ezzel kicsit próbáljuk segíteni a vár és ezzel a város helyzetét. Azokkal a dolgokkal, amit rövid és hosszú távon mondott a Benci, abszolút egyetértek. Sőt, ugye sokat beszéltünk is erről. Én úgy gondolom, hogy a szándékban probléma nincs. Tehát mindegyik dolgot, amit elmondtál, azt meg kell lépjük. Lesz, amiben óriási háború lesz, én gondolok itt a konyhára. A többit pedig majd okosan meg fogjuk oldani, úgyhogy amennyire rugalmas ez a rendszer, azt ki fogjuk használni. Gondolok itt a Hodályra, ami így tényleg ebbe a formában mondjuk azt, hogy se nem szép, se nem használható. Legalább az egyik problémát oldjuk meg ezzel a termo függönnyel. Amit a két KFT szétválása, nyilván nem fogjuk szétválasztani olyan szempontból, hogy a Vár KFT-nek sosem lesz önálló, akár kert, park fenntartó részlege, hiszen fölösleges, az van itt nálunk. A probléma tulajdonképpen eddig az volt, hogy ennek a könyvelése nem volt rendben. Tehát nem tudtunk olyanokat lekérni, olyan adatokat, hogy mondjuk a városüzemeltetés által ott végzett feladatok, azok milyen nagyságrendet jelentenek. Tehát továbbra is ők fognak ebbe segíteni, csak munkalapos és egyéb megoldással. Ami egyébként nagyon fontos, hogy mind a két fél regisztrálja normálisan, mert ugye a Vár KFT-nek fontos az, hogy a költségét ne növelje, és ugyanez a városüzemeltetésnek is, hogy minden munkát fel kell adni, ami oda lett felhasználva. Jó, ennyit akartam hozzáfűzni, Feri. Köszönöm szépen. Két dolgot írtam fel magamnak, és mindenkelőtt szeretnék a Szilvinek köszönetet mondani azért a valóban tartalmas beszámolóért, hiszen nagyon sok mindent, és hát természetesen a Bencinek is nagyon sok mindent megtudhattuk a Vár és a KFT működéséről. Nyilván, hogy itt két hónappal, hárommal a szétválást követően még nem lehet számokról beszélni, hiszen az imént említetted, hogy ez a könyvelés szétválasztás, ez azért még zajlik. Én azt szeretném kérni és javasolni, hogy miután amúgy is most csak egy tájékoztatóról van szó, az idei folyamán talán a szezon vége fele kerüljön vissza még egyszer a testületedé egy beszámoló formájába az anyag, és akkor tényleg nézzük meg már a pénzügyeket, lássuk a számokat is, és akkor annak függvényében talán könnyebb lesz a jövővel kapcsolatban is döntéseket hozni, illetve a Benci által említett fejlesztésekre is nyilván azokra, amik az önkormányzatra tartoznak nagyságrendet, illetően könnyebb lesz majd döntés hozni. És még egy javaslatot szeretnék tenni, a János említette, hogy Pécsváradnak a Vár mellett a Dombai tó még egy attrakciója. Én azt gondolom, hogy van itt a Vár mellett még egy olyan attrakció, és itt a Várkertre gondolok, amivel érdemes lenne foglalkozni. Egy nagyon-nagyon szép hely a városnak, és én úgy gondolom, hogy nem használjuk ki eléggé. Ez az egy város napja ott lezajlik, jól el vagyunk, nagyon szép, nagyon klassz, de én úgy gondolom, hogy ennél több van a Várkertben. Érdemes volna talán a Vár programjait egy picit kivinni a Várkertbe, vagy esetleg olyan programokba gondolkodni, amit érdemes kivinni a Várkertbe. Ez csak egy ötlet, most konkrétumot nem tudnék nektek mondani, de van ilyen program. De egy nagyon szép hely, és szerintem is, főleg most, hogy elkészült ott ez a zarándok pihenőhelyet, én is csodálkoztam, most láttam először a város napján, nagyon szép és nagyon jól néz ki, és talán egy kicsit a szobrokkal is lehetne valamit ott kezdeni, hiszen ez már régi probléma, hogy hát ott egy csomó szobor, de aki kimegy, annak fogalma nincs arról, hogy ez egyáltalán micsoda, tehát egy valamilyen tájékoztató táblarendszer nem egy túlságosan nagy költség, azt gondolom, hogy megérne ennyit, és akkor ez is lehetne egy programja, egy attrakciója Várnak, és azok a bizonyos iskolás csoportok ne csak azt az egy órát töltsék, hogy megnézzük a Várat, hanem hát valamiért menjenek ki a Várkertbe, aztán csináljanak ott valamit, én most nem tudom eltölteni, hogy mit ti vagytok a szakemberek. Osztálykirendelással kapcsolatban ugye tehát több napos programot is állítottunk össze, amiben szintén benne van akár egy Várkerti épp azt akartam mondani, nem akartam előjönni, de hát én még gyerekkoromban sokat számháborúztam ott, és hát nagyon sok programot építettünk. Nyilván valamikor hű vagy ehhez kapcsolatos dolgot. Az is fontos elmondani, hogy ugye az IPA pályázaton belül, tehát nem vagyunk még kész, tehát itt ugye padok, sétány, különböző táblák, tehát valahol ugye a közepénél vagyunk még a pályázatnak, és szerintem az is fontos, hogy az ülő, a fix ülőhelyekkel is rosszul állunk ott,
ami a városnapján is látszott, hogy a tűzrakóhelyeknek a számát is valószínűleg az építetnek növelni kell, és ahhoz is olyan ülő alkalmatosság asztal kell majd. Tehát ez mind a jövő zenéje. Ebből egy pár dolog az most meg fog valósulni az IPÁN belül, de nem lesz kész az biztos, de abszolút egyetértek ezzel, amit a Feri mondott, hogy ezt a vonalat is vinni kell. Én azért nem mondtam ezt külön attrakciónak, mert én valahogy ezt egyként kezelem. A várkert és a vár az talán egy egység. Most az, hogy egy fal elválasztja, hát ez így alakult. A várkertben nagyon fontos lenne ezt a labirintust rendbe tenni. Tehát ez egy olyan különleges attrakció, sehol nincs tehát felnőtt ember számára is alkalmas labirintus, csak teljesen tönkrement. Tehát ugye ezt az erdészet akkor létrehozta, egy-két évig gondozta, a vandálok imádják tönkretenni, tehát hogy valahol jó lenne azt is rendbe rakni, mert az viszont tényleg egy olyan különlegesség, ami abszolút a várkertre irányítaná a figyelmet. Ott van egy kifoglalt forrás, még annak idején közösségi megmozdulásból azt a forrás gyönyörűen rendbe tettük, a környezetét is kellene karban tartani, és azt tovább lehetne fejleszteni. Hát igen, és ugye itt már elnézést, így nem akarok ilyen korosztályoskodni, de azért a fiatalok figyelmét pedig felhívnám, hogy ez egy labirintus, tehát olyan célra is használják, mert azért itt a városnapján, itt a rendrakások közepette azért tapasztaltuk azt, hogy oda nem illő dolgok vannak azért ebbe a labirintusba, ami aztán, ha még egy korosztállyal lejjebb megyünk, azoknak a fejlődésére mondjuk nem jó hatással van. Tehát próbáljuk megtartani ezt egy tényleg labirintusnak, és arra használjuk, amire való, vagy amire kitalálta annak idén az erdészet. Jó, további hozzászól? Nekem annyi kérdésem lenne, hogy lehetséges, hogy ezt a tájékoztatót e-mailben megkapjuk? Természetesen. Igen, akkor ezzel kapcsolatban, hogy legközelebb nem májusban szeretnénk beszámolni, mert ez nálunk egy borzasztó. Hát, bocsánat, ezért is javasoltam, hogy akkor szezon végén térjünk vissza, legyen beszámoló, nézzük meg a számokat, és vigyük a bizottság elé, és akkor hát... Terhelt időszak, viszont én azért hagyd mondjam, hogy könyvelés és egyéb okok miatt, és főleg gazdasági okok miatt, ha itt képviselőtestületi szinten fél évente beszélünk, az egy dolog, ugye. Nekem viszont az nagyon fontos, hogy szinte havi szinten tudnom kell arról, mert azt mindenkinek, és így, mert sokan talán nem értik, hogy miért is van ez a nagy szétválás. A Benciék azzal, hogy most úgymond önköltségesen megtudták, tehát saját erőből a fenntartásukat, ez a Pécsvárad városnak ez 500 000 forint volt. Minden hónap, amikor megoldják, az mindig 500 000 hagy a mi zsebükbe, aminek nyilván millió helye van. Tehát azért is fontos az ő munkájuk, mert azzal, hogy végzik a munkájukat és próbálják ugye a várost odavinni az emberek elé, amellett azért nagyon fontos, tudom, hogy ez a várral kapcsolatban mindig ilyen másodlagos, de fontos az, hogy ennek önellátónak kell lenni. Tehát egy olyan hely, ahová 300 000 forint lett beinvestálva, és ilyen szakember gárda van, akik egyébként el is vállalták ezt, ugye, fontos az, hogy ezt meg is tartsuk, és legalább a szezon végéig, tehát mielőtt megjönnek az olyan idők, amik már azért a turisták szempontjában nem a legkedvezőbbek, addig tartson ki, és akkor ki lehet számolni, hogy ez mennyi pénz lesz 8 hónap alatt. Abszolút jó, és emellett bármi plusz termel, amit az ottani vezetőség, és ebbe abszolút partner vagyok, olyan dolgokra költ, amit belátása szerint még jobban, jobbá teszi ezt a várat, akkor meg már abszolút jó helyen vagyunk. Tehát valahol idáig kell eljutni, hogy ennek a rendszernek ilyen szépen működnie kell. Nem hinném, hogy ennek különösebb akadálya van. Direkt nem mondtam a 12 hónapot, mert tudom azt, hogy a téli időszak az nem lehet ilyen szempontból. Amikor bejön a fűtés, akkor már eleve változnak a szituációk, de a 8 hónap menni fog, akkor szerintem az egész város nagyon boldog lehet körülbelül. Jó? Hogyha nincs van? Ha nincs, akkor most az ilyen úgymond másfél beszámolót, mert ugye a Bizmű Kft-ről tényleg sok, tehát könyvelésen felül sok dolgot nem tudok elmondani, mert nincs is mit beszélni róla. Tehát akkor képviselőtársaimnak megkérném, hogy szavazzunk arról, hogy az elhangzott beszámolót elfogadjuk. Aki egyetért ezzel, azt kérem, tegye fel a kezét. Akkor megállapítom, hogy a képviselőtestületet gyomú igennel elfogadta.
gazdasági társaságok beszámolóját. Következő napi rendi pontunk... Az, amíg ugye akkor kiegészíthetjük, hogy akkor össze még egyszer a beszámolóra visszatudott. Igen, igen, és azt én meg megígérem, hogyha ebben jelentős változás van akármilyen irányban, ami a képviselőtestület számára is érdekes lehet, hiszen mind a kettő érdekes, a mínusz is, meg a plusz is, akkor nem várjuk meg az augusztust. Milyen hónap legyen esetleg, hogyha a határozatban öntenünk be? Szeptember. Hát ugye az augusztusi a fő program, az augusztus. Szerintem október. Nekünk a szeptember-október teljesen egyforma lesz forgalom. De akkor már több számot látunk szerintem, elég ha októberben. Jó. Szerintem már nagy dolgok az augusztus követően. De szeptember-október az még jó, és az előjelzés szerint mindkettőre hasonló az érdeklődés. Tehát. Így legyen. Jó, akkor következő napi rendi pont, közbeszerzési statisztikai összegzés. Ezzel kapcsolatban minden képviselő kapott egy anyagot. Miről is van szó, ugye törvény adta előírások vannak bizonyos pályázatokhoz, a mi esetünkben most elsősorban pályázatokról lehet beszélni. Gondolok itt a DDOP-ra, a KEOP-ra, közbeszerzés hatája alá tartozik. 2014 évben 216 millió 280 ezer forint ment át közbeszerzésen keresztül. Mondhatom azt, hogy szinte problémamentesen, ugye egyetlen egy probléma volt, ahol ugye a közbeszerzést maga nem a város szakemberei végzik, hanem közbeszerzési előadók és szakemberek vannak bevonva. Most egyetlen egy esetben, tehát hogyha arányosítjuk, azért annyira nem veszélyes, 216 millióhoz képest 1,2 milliós büntetést kaptunk egy egyébként teljesen formai dolog miatt. Ez egyébként, ha jól tudom, pont az óvoda ügyében volt, ahol a közbeszerző a saját maga által kiírt feltételt nem tartotta be. Nyilván ebben az esetben aki a közbeszerzést kiíratta, jelen esetben Pécsváradi Város Önkormányzata az áldozat, tehát a büntetést mi kaptuk. Azt is elmondom, hogy helye közeleg itt is marad, mert az a cég az ugye megszűnt, illetve hogy mondjam, akkor kiderült nagyjából, hogy mit tud, így megvált tőle az akkori vezetés, és közben a cég is úgymond elpárolgott, tehát nem igen van mód rá, tehát akik utána átvették ezt az egész projektnek a koordinálását, ők se tudnak elérni kvázi senkit, úgyhogy nagyjából abban maradtunk itt a Link Zoliékkal, hogy ez megtörtént, ezzel sok mindent nem tudunk csinálni. Egyébként, hogyha valakit érdekel, annyira primitív volt a dolog, hogy azt kérték a közbeszerzők, hogy az óvodára csak olyan tudjon pályázatot adni, akinek az árbevétele elér egy bizonyos szintet. Na most a háromból ketten, akik árajánlatot adtak, és befogadtuk az árajánlatát, ennek töredékét nem érték el. Majd lebonyolították ezt, eredményesnek hirdették, megtörtént, és természetesen kiszúrták ezt az ellenőrök. Próbáltuk a szokásos módon egy kicsit megmesézni a dolgot, nem sikerült, úgyhogy ezt a büntetést már ki is fizette Pécsvárad városa. Tehát én azt tudom mondani, hogy azóta egyébként egy úgy gondolom nagyon komoly szakember végzi ezeket a közbeszerzéseket, nem is volt vele probléma. A Link Zoli javaslatára meg is maradtunk nála, tehát ha a következő ilyen lesz, akkor továbbra is ővel le fogjuk ezt lebonyolítatni. Nyilván, ha probléma lesz, akkor újból váltani kell. Ő egyébként sokkal felkészültebb, mondhatjuk azt. Tehát ahogy beszél az egész dologról, és bármilyen kérdést föl lehet neki tenni. Úgyhogy én ezt az előterjesztést mindenképpen javaslom elfogadásra, mert tényleg a nagy számhoz képest egy viszonylag kis hibával jól működött ez a rendszer. De hát ebből is látszik, hogy azért oda kell figyelni. Nem tudom, ezzel kapcsolatban valakinek kérdése? Csak annyit, hogy a KEOP-os pályázattal kapcsolatban egy többünknek szemet szúrt az a közbeszerzés, azt emlékezzünk rá, tehát én is törtem a fejem, mire rájöttem, hogy ez egy nem nyertes pályázat. Az óvoda, az önó napelem pályázata lett volna ez, csak előtte le kellett bonyolítani a közbeszerzést. Tehát nem tudom, hogy emlékeztek-e rá, mert beszéltünk róla néhányan, és ez... Sőt, ez már kétszer is megbukott, igen. Mert utána visszakerültünk, aztán megint... Azért szerepel a annak ellenére, hogy nem valósult meg. És emellett még egyszer beadtuk, tehát most már úgy mondjuk, hogy harmadik körét futja ez a dolog.
és ezt is első körben egyébként elutasították formai, teljesen formai hiba miatt. Igen. De erre kaptunk, hogy mondjam, ígéretet, hogy a szakember által elírt dolgot korrigálják. Tehát úgy, az volt a lényeg egyébként nagyjából, hogy a napelemmel szöveg szerint egy rosszabb energetikai szintet fogunk elérni. Tehát ez egy eléggé bagatell hiba, hogy ilyen bemaradhatott ebbe a dologba, és a számok is egyébként azt sikerült kihozni, hogy tehát mint hogyha valami, nem tudom, napelem ellenes cég írta volna ezt a pályázatot. Igen, például. Jó, tehát ennyi kis nyúlás van ezzel kapcsolatban. További kérdés esetleg? Ha nincs, akkor ezt az előterjesztést szintén szavazatra bocsájtanám. Kérem, aki ezzel az előterjesztéssel egyetért, azt tegye fel a kezét. Megállapodtam, hogy a képviselőtestület egyhangú igennel elfogadta. Következő napirendi pontunk alapító okirat módosítása. Itt a Fuller Péter volt osztályvezető úr megjelölve. Megbeszélést tartottunk, és arra jutottunk, hogy jegyző úr fogja ezt a dolgot előterjeszteni, ami tényleg egy apró dolog, de úgy gondolom mindenkinek tudni kell róla. Tisztelt képviselőtestület, valóban egy nagy alapdóságra van az egész, egyszerűen a szakfeladatok megváltoztak, és ezeket a Magyar Államkincstár követte, megváltoztatta az ottani papírokban, és nekünk, hogy úgy mondjam, utána kell csak egyszerűen menni. Tehát itt számok változásáról van szó, ami azért egy alapítókért módosítás szükséges, és a testület hatáskörébe tartozik a módosítás. Javaslom, fogadjuk el ezt a teljesen apolitikus dolgot. Köszönöm szépen. Aki ezzel egyetért, bár mondom, kicsit ilyen abszurd a dolog, de hát mégis tegye fel a kezét. Megállapítom, hogy egyhangú. Igennel elfogadta a képviselőtestület. Köszönöm szépen. Következő napi rendi pont az iskola igazgató választással kapcsolatos véleményalkotás. Olyan szerencsés helyzetben vagyok, hogy részt vehettem azon a bizottsági ülésen, amit az Oktatási Ifjúsági és Sportbizottság tartott. Május 5-én. Erről készült is egy jegyzőkönyv. Ha megengeditek, én azért azt elmondom, mert ugye a rendszer úgy működik, hogy mindig a bizottság ad egy javaslatot. Ebben ez a jegyzőkönyv azt tartalmazza, hogy egy tartózkodás mellett három fő igen, tehát... Elnézést, ott van egy elütés, négyen szavaztak, nem három. Mert a bizottság minden tagja itt volt. Igen. Négyben egy tartózkodik. Ez mi? Ez négy? Igen. Jó, tehát mondhatjuk így tulajdonképpen, hogy egyhangú igennel a jelenlegi igazgató tógyi pályázatát és ezzel együtt azt, hogy maradjon ő az intézmény igazgatója, javasolja a képviselőtestületnek. Az egyfő tartózkodás az nyilván az érintett volt. Ezzel kapcsolatban nem tudom, hogy valakinek van-e kérdése, felvetése. Ugye, ha megengedtetek közben, hátra valaki még azért gondolkodik ezen, ugye az idén ez az egész dolog, ez nagyjából ugye úgy változott, hogy a képviselőtestületnek nem kell, hogy véleményezze, viszont a tankerület vezetője megkért bennünket, hogy ezt mégis tegyük meg. Tehát ezért van ez a mondhatjuk az György formalitás, mert hiszen ennek már úgymond jelentősége nincs, hiszen a régi úgynevezett véleményezési jogkör sincs már meg a Pécsváros önkormányzatának, hiszen az intézmény fenntartó közben változott, úgyhogy nem tudom, hogyha valakinek kérdése van, ha nincs, akkor én feltenném szavazásra, tehát megkérném képviselőtársaimat, hogy aki azzal egyetért, hogy a jelenlegi igazgató Tóth Györgyinek beadott pályázatát javasoljuk elbírálásra, és egyben mondhatom azt is szerintem, hogy javasoljuk őt Pécsváradvárosi Város Általános Iskolájának az igazgatói pozíciójába, azt tegye fel a kezét. Tartózkodik? Egy fő, akkor megállítottam, hogy 6 igen, és egy tartózkodás mellett a képviselőtestület támogatja.
Azt is el kell mondani, ugye, hogy Györgyin kívül más pályázatot nem nyújtott be, tehát sem értékelhető, sem nem értékelhető, úgyhogy innentől kezdve nyilván majd képviselőtestülettől függetlenül zajlik tovább ennek az egész procedúrának a menete. Mi sok sikert kívánunk, hát ugye mi ezen a bizottságin nagyjából mindenki megfogalmazta a véleményét, hogy nem egy hálás feladatra jelentkezik a Györgyi, de talán majd kihozza belőle azt, amit ebből a helyzetből ki lehet hozni. Következő nem rögzített napi rendi pont az egyebek. Egyebek során jelezte, hogy szeretne bejelenteni, vagy hozzászólni a dolgokhoz. Kérlek akkor, Andrea, hogy ezt tedd meg. Jó, köszönöm szépen a szót. Először is kettő rendezvényükről szeretnék beszámolni, ami most májusban lesz. Május 30-án a Május Faki Táncolóban szokásos rendszerrel működne, Pécsváradváros május fejjel táncolnánk ki, valamint este pedig egy bállal fejeződne be a Respek zenekarral az Uszoda folyosón este 9 órai kezdettel. Másnap, 31-én pedig május utolsó vasárnapja a gyereknap következik, amit szintén az ifjúsági önkormányzat szervez. A Dombai tónál lesz délután 2 órai kezdettel, különböző játékokkal készülünk, várunk minden érdeklődőt, valamint bűvésszel, lovaskocsizással és egyéb más játékokkal. Délután 2-től 6-ig várunk mindenki gyereknapra a Dombai tóra. Más még, amit el szeretnénk mondani, hogy készül a PIFÜ újság, amiről ugye már említést tettem előző ülésen is. Ez azért fontos, vagy ezért szeretném itt is kihangsúlyozni, hogy dolgozik rajta a csapat, hogy készülnek a cikkek, hogy folyamatosan írjuk, utána járjuk, mindenfélét beleteszünk, nem csak a PIFÜ-ről szólna az újság, hanem Pécsváradról. Tehát nem a hírmondókban szeretnénk rivalizálni, hanem egy új lendületes újságot hozni, ahol a mi programjainkat beleírva, de közben mindenki más programjait is, akár a Várét, akár a Művelődési Házét, vagy bármely más programokat is beleírva készül, valamint, hogy a cikkeket még mindig várjuk, úgyhogy ha bárkinek van, akár fiatal, akár már a korosztályon túl, vagy előtte lévő korban van, akkor is nyugodtan szólhat, megkeresett bennünket, és várjuk ugyanúgy a cikkeket. Nem, úgy egyeztünk meg, hogy határidővel nem számolunk, amint, hogyha megterődik az újság, akkor ebben a hónapban kiadjuk, utána pedig mehetnek a következő hónapban is ugyanúgy a cikkek, úgyhogy megpróbáljuk nem havi szinten kiadni, inkább 3 havonta fogjuk, de hogyha lesz annyi cikk, akkor bízunk abba, hogy akár gyakrabban is kiadhatjuk. És az utolsó pedig egy személyes megjegyzést szeretnék csak fűzni, vagy elmesélni önöknek, és ugye a tévénézőknek is, hogy jó magam, beléptem a Pécsváradi Polgárőrségi Egyesületbe, és szeretném ezt javasolni minden gyermeknek, vagy fiatalnak, aki itt van, nem csak ide, annak ugye legfőképpen, aki itt van Pécsváradon, hogy igenis, hogy lépjünk be, ezt azért mondom el itt, mert most remélem, hogy nézik, vagy ha nem is ők a mamája, a papája nézi, és majd továbbadja a szunokának, hogy tessék belépni, ezáltal saját magunkat is ugye közbiztonságba helyezzük, ami lenne a legfontosabb ennek az egyesületnek a célja, úgyhogy bátorítok minden fiatalt arra, hogy igenis, hogy lépjen be, és ahogy a pifősök is, ahogy jó magam is, legyen tagja ennek az egyesületnek is. Köszönöm. Köszönjük szépen. Hadd csatlakozzak ehhez akkor. Én nagymamaként léptem be most, és én nagymamatársaknak, nagypapatársaknak is javaslom, két okból legalább. Egyrészt ugye, amit elmondtál, másrészt amiatt, hogy tudjuk őket segíteni, ha nem csekély mértékben, vagy nem nagy mértékben is, de csekély 1000 forintos tagdíjjal, illetve lehetőséget adunk arra, hogy pályázzanak azzal, hogyha többen vagyunk. Tehát ha nem is tevőlegesen veszünk részt, de legalább egyfajta olyan aktivitás, amiben tudjuk segíteni a pályázati lehetőségeket. Köszönöm szépen, és nagyon fontos elmondani, hogy ugye a polgárőrségnek új vezetősége van, és talán sikerül végre tisztába tenni azokat az adminisztratív dolgokat, ami eddig hát nem történt meg. Többek között egyébként ebből kifolyólag nem pályázhat most autóra a polgárőrség, amit nagyon sajnálunk, hogy nincs egy egyszerű MVH-s regisztrációja, ami hát mondjuk ki a mai világban egy eléggé bagatell dolog. És hogyha tudjuk, hogy 2019-ben lesz a következő pályázati lehetőség ilyen autóra, akkor ez egy kicsit elszomorító. De abszolút, tehát a jelenlegi vezetőség a Pécsváradváros önkormányzatának a bizalmát maximálisan élvezi, és úgy gondolom, hogy jó csapat lesz itt. Én sok sikert kívánok ehhez. Azt nem ígérem, hogy be fogok lépni, de szemmel figyelem majd a dolgokat. Jó?
Ha már a felhívás elhangzott, akkor talán az új vezetőséget nevesíthetnénk is, és akkor talán könnyebb. Keppert Gergő, az új elnök. Igen, tehát ő szerintem egy olyan ember, aki tényleg tenni is akar ezért az egészért, és látszik rajta, ahogy rendbe tették egyébként tehát azért itt bizonyos navos dolgok is bekerültek ugye a látókörbe, tehát olyan szintű elmaradások voltak a könyvelésben, hogy hát arra lépni kellett valamit, és ők, ha jól tudom, akkor ezt úgy le is tisztázták, hogy ennek majd még lesz-e következmény, azt nem tudom, mert ugye ilyen szinten azért nem az önkormányzat feladata ez, csak ő beszámolt arról, hogy illetve mi kaptunk olyan leveleket, hogy azért itt elég nagy káosz volt ebben. Tehát magyarán szóval, mintha nem lett volna a könyvelése és adminisztrációja ennek a szervezetnek, ami most természetesen már nem igaz. Jó, akkor egy következő dolog, egy előterjesztés. Gábor, erről légy szíves egy pár mondatot, hogy többiek is tudják, meg a lakosság is, hogy miért döntünk így, és üdvözlöm a tisztelt képviselőket és a pécsvári lakosokat. Az előterjesztésem egy lapzárta után érkezett belterületbevonást tartalmaz, a képviselőtestület tagjai korábban már találkozhattak ilyen kérelmekkel. Annyit kell és lehet ezekről az államigazgatási eljárásokról tudni, hogy önkormányzat, csak az a település önkormányzata kezdeményezhet belterületbevonást, de a lehető legritkábban az önkormányzat maga az érdekel. Tehát az ingatlan tulajdonosának van érdekében a belterülethez csatlakozni és kihasználni a rendezési tervben nyújtott lehetőségeket, általában beépítésnek a növekedését tartalmazza ez. Ezért fordult az ügyfél az önkormányzathoz, hogy kezdeményezzünk egy belterületbe vonást. Az a bizonyos belterületbe vonás viszont a rendezési tervünkben is belterületbe vonásra tervezett ingatlanokat érint, ami azt jelenti, hogy ebben az esetben az önkormányzat az előterjesztésben foglaltak jóváhagyásával tulajdonképpen a rendezési tervnek megfelelő településfejlesztési irányt hagy jóvá, vagy erősíti meg. Minden ilyen előterjesztésben szerepelni szokott, hogy noha mi vagyunk a kérelmezők is, ezáltal az eljárásnak a díjait is elmedleg nekünk kéne fizetnünk. Minden esetben olyan határozott javaslattal szokott az előterjesztés a képviselőtestület elé kerülni, hogy természetesen az ügyfél, vagy nevezzük nyugodtan érdekeltnek a kérelmére, mi kezdeményezzük a megfelelő eljárásokat azzal, hogy az ezzel együtt járó költségeket az érdekelt viseli. Esetleg, ha csatoltam az előterjesztéshez egy térkép részt is, tulajdonképpen a belterületbevonásnak a vázrajzát tartalmazza, ha esetleg valaki ebből a három vonalból nem tudná, nagyon szívesen elárulom, hogy ez a Beke utcának a jobb oldalán van. Azt mondja, hogy hát kihez kössem, a Fuller Miklóstól visszább egy picivel, ahol a Mik építette a faházát. Igen, tudjuk, Puscsaba is ott lakik a környéken. Pince, nem lakik még, de a pincéje volt. Ja, hát akinek pincéje van, előbb-utóbb ott lakik. Akkor építkezni szeretne ott valaki? Igen, tulajdonképpen hát az ügyfélnek a neve az mennyire titkos adat. Nem érdekes szerintem. Lényeg az, hogy ők pécsvádi kötődésűek és családi ház építésére kívánják az ingatlan belterületbe vonni. És visszaköltözők és gyerekeket is hoznak, tehát több szempontból is érdekelt lehet a település önkormányzat ebből a szempontból. Jó, én úgy gondolom, hogy ez egy teljesen egyértelmű, főleg, hogy fiatalok a mai világban ilyenre vállalkoznak, ezt ennyiben nyilván, mivel pénzzel se jár támogatni, muszáj. Megkérem képviselőtársaimat, hogy aki egyetért az előterjesztéssel, az illetve annak elfogadásával, azt tegye fel a kezét. Megállapítom, hogy egyhangú igen, mert a képviselőtestület elfogadta. Következő dolog, egy felhatalmazást szeretnék kérni a képviselőtestülettől. Valamikor az év második felében lesz egy kiírás naperőművek megvalósítására. Nem titok, hogy itt kicsit szövetkezünk, bár teljesen különálló vonalon mennénk Zengővárkonnyal. Zengővárkony és Pécsvárad is szeretne egy-egy naperőművet létrehozni. A felhatalmazást egyelőre tulajdonképpen abnyiban nyilvánul meg, hogy van egy cég, aki ennek az egésznek a működését, a pályázatírást, a későbbi menedzsmentet lebonyolítja, és vele egy úgymond közös munka elkezdése.
Ez úgy néz ki, hogy jelenleg ki fognak dolgozni egy tehát helyrajzi számra vonatkozó árajánlatot a pályázathoz, majd ezek után kell arról döntenünk, hogy azt a 2,5 millió forintot, amiben az építési engedélyes dolgok benne lesznek majd, tehát az eljárás elindítását, hogy ezt kérjük-e, onnantól kezdve elindul ez a történet, megépül az egész, majd látni fogjuk, nyilván mondom, minden szavazásnál, minden egyes, vagy döntésnél minden adat rendelkezésre fog addigra már állni, hogy mennyi az önerő, illetve ez a cég vállalja azt, hogy a következő 20 évben üzemelteti. Nagyon fontos, hogy a Pécsvárad erre alkalmatlan, hiszen nincsenek ilyen szakemberek, ami az erőmű 15%-át viszi el pénzben. Ha jól tudom, Zengővár könyvben csináltak egy matematikát, ugye? Tehát hány éves szinten 20... Mind a kettőt vagy az a matematikát. Ja, mégis ha ugyanaz a teljesítmény. 19-20 millió jövőtel bevétel. Bevétel, és ezzel szemben 2,5 millió forintot pedig ők kapnak azért, hogy ezt működtessék. Én a mai nap folyamán főhívtam Selye polgármesterét, és megkérdeztem, hogy ez náluk hogy megy. Aztán kiderült, hogy Selye ezt nem tudta bevállalni, tehát ők az ipari parkba adtak egy területet, és egy vállalkozó üzemelteti, és iparűzési adót fizet utána. Tehát a sejei az nem sejei. Tehát a sejének attól jobb nem lett, mert ez nem az ő árama. Na most itt felvetődne, hogy nálunk az ipari parkba, ahol abszolút jó helye lenne, nincs is szem előtt, tehát a tájképet nem rontja. Ezt gondolom nagyjából mindenki tudja, hogy hol van ez az ipari park. Ugye ez a Malomnál, hogy lemegyünk a Kressz és Figyelfej, onnan jobbra a vasút és a Pécsi országút közötti rész, ott 10-20 hektár körüli területe van a pécsváradi önkormányzatnak különböző, egy városnak különböző megosztásban, és megfelel annak az előírásnak, hogy megfelelő távolságon belül nagy feszültségű hálózatnak kell lenni, hiszen az is ott van, még a trafóállomás is ugye ott van. Tehát én erre kérnék egy felhatalmazást, hogy jelenleg pénz és minden nélkül csak az, hogy elindítsuk ezt a dolgot, hogy mire odaérünk, akkor legyen egy olyan anyag, amiről tényleg lehet majd szavazni. Mert hogyha egy Pécsvárad városnak éves szinten 20 millió forintot hozhat, azért ez egy talált történet lenne. De nem tudom még a pontos számokat, azt majd akkor nem ismertetném mindenkivel. Én azt szeretném kérni, hogy nézzünk ennek, vagy nézzenek egy kicsit utána. Én nem tudom, nekem úgy első ránézésre soknak tűnik ez az összeg, az, amit ők kérnek üzemeltetésért. Tehát most nem tudom, lehet, hogy nem sok, meg... Csak... Hát én, akivel még beszéltem, mindenki azt mondta, hogy rohadt jó. Uh-huh. Tehát jó. A Selye konkrétan annyit mondott egyébként az Attila, hogy ha ő így meg tudta volna csinálni, uh-huh, akkor megcsinálta volna. De csak ők féltek ettől. Nem látok bele, tehát csak... Majd még beszél a szót, Feri, hogy okay, itt jó, arra jó. Szó, hogy ők egy komplex szolgáltatást csinálnak, és eznek... Oké, okay, csak mondom, tehát első ránézésre műfáztatén is ott a napelemek, aztán megy magától. Tehát így most így laikusként, vagy részben laikusként azt mondom, hogy most nem értem, hogy mi a fenét csinálnak ők ennyi pénzért, de biztos van benne, gondolom őrizni most kell. A kettőt azért nem tudod összehasonlítani, mert ennek a kapacitása alsó hangon akkora, mint ami jelenleg a legnagyobb. Tehát ugye sejjel birtokolja eddig a legnagyobbat. Tehát ez, amit itt látunk, bár nagynak tűnik, ez elenyésző. Ehhez a telepítési felület egy hektáros területet írnak elő. Az eléggé brutális. Németországban látni ilyeneket. Rengeteg. Láttam én már ilyet, csak most hirtelen azon gondoltam, hogy egy napelemen mi a fenét kell üzemeltetni, az megy magától. Hát, tehát, nem, ez nem passzív napelem, ott kezdődik, tehát ez például a vihar esetén viszintesre áll. És el tudjátok képzelni ennek a motorizáltsága, annak az ellenőrzése, tehát picit ettől el kell vonatkoztatni. Lehet, hogy nem sok, csak ennek mondjuk, ha vannak konkrét számok, meg van mihez viszonyítani, és azt mondok, hogy akkor értem, csak így első hallásra tűnt nekem soknak. Jó, a részletek, mondom, azok majd mindenki számára nyilvánosak lesznek, és akkor anélkül nem is szeretném, hogy bárki ebbe döntsön, hogy ezeket ne ismerje meg. Még én sem mernék egyébként. Én akkor megkérem. Azt, hogy mit tudnánk ezzel kiváltani? Tehát egyrészt, hogy ennyi bevételt hozzon, de mit tudnánk ezzel kiváltani? Magyarul mit tudnánk még vele spórolni? Hát semmit. Semmit. Az, hogy keres nekünk, ez egy olyan erőmű, ami keres 20 millió forintot éves szinten. Tehát úgy, hogy nem csinálunk vele semmit, még csak le se kell törölni a portróla, vagy tehát egyéb. Nekünk nem szolgáltatna tulajdonképpen, hanem adnánk egy területet. Igen. Hát voltaképpen mindegy, mert nem fizetjük ki most, ami bejön,
plusz-minusz alapon működik a történet, ugyanaz van a műfáznál. Nagy, egyébként az az egyszerű magyarázata, hogy jelenleg Pécsvárad város üzemeltetésében, tehát az önkormányzat üzemeltetésében nincs olyan dolog, ami ezzel arányba lenne. Mert meg lehetne azt tenni, hogy akkor ezeket párosítani. De ami ekkora áramot, ami termel, ha mindent összerakok, akkor is töredéke van. Mert ugye az uszoda már nem ide tartozik. Tehát egyszerűbb ez, hogy kvázi szolgáltat. Kvázi ez az ipari parkunk hasznosítása lenne. Lehet, hogy azt is érdemes lenne még megvizsgálni, hogy más célra is tudnánk esetleg. Meg hogy mennyit, mekkorát venne el ez az ipari parkból. Tehát hát mivel az ipari parkban, ahogy mondtam, kijelölhetünk egy olyan területet, ami külön sejt, mert sajnos nem úgy lett az önkormányzatnak, nem úgy van ott birtoka, hogy egybe van, hanem egy darabig van egy nagyobb terület, aztán szünet, megint egy szünet, meg, tehát valamelyik területet, ami mindegyik viszonylag nagy terület, az egyiket kéne megcélozni. És nem az egybefüggőt nyilván, mert abból kellene a valós ipari parkot, amire ugye pályázati cél lett megjelölve. Abban esetleg nem tudnánk gondolkodni, amit említettél, hogy egy vegyes konstrukció, hogy legyen egy sajátunk, de adjunk területet még másnak is. Ha van. Hát, de kinek? Nem tudom, csak ötlet, hogyha esetleg ugyanúgy, ha találunk egy vállalkozót, aki szintén szeretne még egy ugyanekkorát telepíteni, és hogyha van elég helyünk, és alkalmas helyünk, mert nyilván nem tudunk bevállalni ebből kettőt, vagy ennél nagyobbat, vagy többet, csak egy ötlet. Meg lehet próbálni. Amit mondasz, hogy Seje gyakorlatilag ugye nem tudta bevállalni, odaadta a területet, és beszedi az iparűzési adót. Tehát most, hogyha esetleg tudunk erre találni mi is még egy vállalkozót, azon kívül, hogy ha be tudjuk vállalni a sajátunkat, amit most nyilván nem látjuk, mert azért ez költségvetési kérdés. Mit mosolyogsz? Konkurenciát csinálunk magunk. Ha miért csinálunk konkurenciát? Azért, mert azt mondták, az a tájékoztatás, azért kell majd később beszélni, amikor sok-sok mindenről fogunk tudni beszélni részletekről. Ez egy pályázat, aminek van egy ilyen lezárt pénz összegnagyságrendje. Most akik pályáznak, azok vagy nyernek, vagy nem. Ez a pályázatíró cég azt ígéri természetesen a sok egyéb mellett, hogy mindent ők csinálnak, de ők mondjuk úgy, hogy pályázatra nem adnak garanciát, de ígérik, értem, hogy nyerni fog. Na most abban a pillanatban, amikor csinálunk magunknak egy konkurenciát. Értem, csak ha van egy vállalkozó, aki esetleg így is úgy is csinálna egy ilyet, és csak az a kérdés, hogy területet hol tud szerezni, akkor az nekünk kvázi a pályázat szempontjából... Nem kerül ennyibe se. Tessék? Ennyibe se kerül, akkor 2,5 millióba se kerül. Hát ezt mondom, hogy akkor egy másik variáció is, csak ötlet. Hát én... Persze. Bárki pályázhat egyébként vállalkozott? Tehát én értem, amit mondasz, mert nyilván azzal csökken a pályázati keret, ha még belépnek 5-en vagy 10-en. Csak hamis, lehet, hogy... Pedig inkább hamis illúzióba fogja ringatni magát, mert nem nyerhet mindenki. Csak aki megfelelő támogatottságot. Ebben én nem látok bele, csak felvetettem. Én sem csak ezeket hallottam. Ez lehet egy második fokozat, szerintem annak kell örülni, hogyha egyet mondjuk így megnyernénk. Az nagyon, nagyon pozitív lenne. Jó, én akkor csak annyit kérnék a képviselőtestülettől, hogy egy szavazás, hogy felhatalmaztok-e arra, hogy ezt az egész anyagot úgymond előkészítsük. Még egyszer mondom, pénzügyi vonzat nélkül egyelőre. Aki ezzel egyetült, azt kérem, tegye fel a kezét. Köszönöm szépen, akkor megállapítom, hogy egy tartózkodás mellett, hat igen, de akkor ezt jobbra hagytuk. Vagy jobbra hagytátok. Felvetődött egy kérés. Hosszúhetény polgármesterétől, hogy szeretnének egy közös képviselőtestületi ülést tartani. Ad abszurdum lehet ez a várba, de ez még nincs lerögzítve. Ha a véleményeteket, illetve annyit mielőtt elmondanátok a véleményeteket, hogy miért is van lenne ez. A múltban, a közeli múltban pár dolognál ugye összekerült ez a két település. Az egyik és legfontosabb az ügyeleti rendszer. Tehát valahol egyszer hivatalos módon is kellene erről beszéljünk, hogy Komlót kihagyva Pécsváradhoz tagozódjon már be, és ezzel javítsa Pécsváradnak ugye a gazdasági mutatóit, magyarán szóval ne kelljen annyit befizetni a rendszerben. Illetve hát nyilván ez nekik is jó, mert annyival csökken az övéké is. Ez lenne az egyik. Akkor ugye a Benci tud róla, hogy van itt egy turisztikai társulás, amit Pécsvárad, Mecsepnádasd és Hosszúhetény létre tudna hozni. Ez is egy régi dolog, erről is beszélni kellene. Emellett a
az 1000 éves jubileummal kapcsolatos dolgokról is szeretnének ők is tájékoztatni bennünket, hogy náluk mi lesz, illetve hát nyilván kíváncsiak arra, hogy ők hol tudnának még ide betársulni a mi rendezvényeinkhez. És ha az egészet nézzük, akkor pedig én azt láttam, hogy a polgármester úr mindenképp szeretné, ha Hosszúhetény és Pécsvárad valahogy összeáll a újból, mert annyira összetartozó, annyira közös múlt, stb. És ez a Komló egy kicsit fajta idegen Hosszúheténytől, tehát más típusú település, más nagyságrendileg is ugye, és emellett Hetény meg Pécsvárad azért viszonylag hasonló nagyságú, és nagyon sok közös cél van. Úgyhogy én ezzel kapcsolatban várnám a véleményeteket, hogy mit gondoltok erről, mert azt is elárulom, hogy ez lehet, hogy 2 héten belül megtörténne. Mert vannak annyira aktuális dolgok, ami miatt ezt nem nagyon... Ma van náluk is egyébként képviselőtestületi ülés, úgyhogy ezért kellene erről dönteni, hogy egyáltalán hogy gondoljátok, hogy próbáljunk-e egyeztetni egy ilyen rövid távon egy időpontot, és találkozzunk velük. Azt a fajta jó partnerséget, ami korábban volt legalábbis egészségügyi vonatkozásban, én mindenképpen támogatom, hiszen tudjuk, hogy van a problémánk az ügyeletben, ami a legkésőbb szeptemberben szerintem teljesen kaotikussá fog válni, hiszen nincs meg a megfelelő létszám. Úgyhogy ezt én mindenképpen úgy gondolnám meg, amit eddig is felmutattak ők a velünk való kapcsolatban. Nem voltak abban a különösebb feszültségek, inkább ők is az együttműködésre törekedtek. Én ezt mindenképpen támogatnám. Azt hozzáteszem, hogy 2 kollégával szintén beszéltem ügyeletügyben. Nem biztos, hogy ott olyan nagyon simán fognak menni a dolgok, de hát bízunk benne. Igen. Ja, és azt bocsánat, azt nem mondtam, hogy a polgármester azt is, mivel amikor erről beszéltünk, Hargita Júl is ott volt, és meg is hívta a képviselő urat is, tehát ő is részt venne ezen a összemond képviselőtestületi ülésen, vagy nevezzük bárminek. Én ezt egy olyan, tehát magát az ötletet egy olyan gesztusnak tartom, amit el kell fogadni, tehát amire nem lehet nemet mondani, és ahogy a LIA a saját területét emelte ki, én úgy érzem, hogy pontosan a turisztikai, meg akár a kulturális együttműködések terén is nagyon sok keresnivalónk van, amit jó lenne egyszer így szervezetten megbeszélni, és nem csak az adott szereplőkkel így önállóan, tehát én mindenképpen támogatnám. Abszolút egyetértek. Még egyet kiegészíteném, amikor a Zengő lokátor így volt, akkor nagyon-nagyon jó kapcsolat volt a két település között. Tehát akkor személyes barátságok visszavőttek, olyan szintig ment ez a dolog. És az egyházi kapcsolatot se hagyjuk figyelmen kívül. Most a tavasszal volt a Pécsvárdi Várban, a Holályban lettek vendégül látva. 80 vagy 90 zarándok érkezett Hosszúhetényből tavaszi kiránduló nap alkalmával. Tehát közös kórus működik. Közös kórus működik, így van. Mindenképpen ez egy olyan gesztus, hogy kicsit szégyelhetjük magukat, hogy nem nekünk jutott eszünkbe. Azért ezt így nem mondanám, mert rossz a kifejezés, ugye nyilván itt amikor de a Laci először idejött a választások után, akkor ez rögtön fölmerült ez a dolog, csak hát ugye mindenki akkor tele volt éppen egyéb gondokkal, bajokkal, illetve van még egy nagyon komoly célja a Heténynek, amihez Pécsváradot is mindenképp Pécsváradra is szükség van, és a közös erővel kell lobbiznunk, az pedig az Zengőnek a kilátó felújítás. Tehát ezt a Laci az biztos, hogy első számú feladatnak fogja itt is majd megmutatni, mert ez tényleg nonsense. Hogy megvédtük ugye az Zengőt egy lokátortól, de ott van egy olyan beton rettenet, vagy nem tudom, hogy mondjam, ami ugye elvileg életveszélyes, nem is szabadna felmászni, de hát nap mint nap több tucat ember felmászik rá, és hát nem is illik oda, mondjuk meg őszintén. Tehát oda valami kultúros formába kellene. Tehát ő ezért is akar harcolni. Úgyhogy az meg abszolút közös érdek szerintem. Jó, erről nem kell igazándiból, hogy mondjam, bár nagyjából, ahogy most kiveszem a szavaitokból, azért erről akkor van egy elvi döntés. Én ha odáig jutok, hogy van dátum, akkor mindenki telefonon megkeresek, hogy mennyire jó, mennyire nem, és akkor egyeztetünk. Mert azt mindenképpen szeretném, hogyha egy összetudjukat fogni, hogy akkor lehetőleg mindannyian legyünk ott. Sőt, még esetlegesen olyan emberek, akik érintettek a közös dolgokban. Jó? A családom munkaterv szerint nekünk június 8-án lenne ülésünk, és akkor még a június 1-e, az hétfő, a pünköst hétfő után, az még szabad.
csak lehet, hogy esetleg akkor a mi saját ülésünkhez kellene. Mink is 7-25? Utána 7-25. Ja, mit? Ja, elsője? Elsője. Jönös 8-ára van tervezve az ülés? A napi rendszer, vagy a munkaterv szerint, igen. Később jön benne. Hát azért mondom, mert ugye ott mi meg már kitüntetésekről is beszélünk. Igen, és azt akkor nem kéne összecsapni. Nem csak azok miatt, de tényleg jobban, de június 15-ösnek. 15, ugye? Utolsó tanítás. Akkor 15-ére tegyük át inkább? Hát csak mondom, jó. Hogy... Akkor maradjunk, hogy megkérdezzük, hogy ez az elsője, ez mennyire járható, igen, mert akkor... Mindegy, beszélek velük, és akkor mondom, hogy mire jutottunk, jó? És akkor a miénk az lehet 15, akkor ebben maradunk a sajátunkban? Akár, igen. Jó, nekem még egy kérdésem lenne, így beírtam magamnak, ez az újság dolog, hogy Gyöngyvér, hogy erről tudnál valamit. Mindenképp gyere, hogy halljuk is. Abból a szempontból örülök neki, hogy a Landi mondta, hogy ők is így folyamatosan hónapok óta szerkesztik. Hát ezt én is megtettem, csak az a baj, hogy mire összejött egy újságnyi anyag, addigra az elején lévő. Ezért nem jelent meg hírmondó. Nem, itt nem, lehet, hogy nem helyes, hogy elárulom, de egyen-ketten, akik bejöttek, azok így megkapták, nem nyomdai, hanem kinyomtatott formában. Csak ugye ebben még benne voltak még a választási eredmények is. Tehát ezért mondom, hogy utólag azt kell mondjam, hogy ezt úgy nem igazán tartottam volna szerencsésnek megjelentetni körülbelül áprilisban azokat az anyagokat, amik körülbelül fél év alatt gyűltek össze. Tehát ezért nem készült el. Én mindig azt mondom, hogy folyamatosan írom, nem tudok más tenni, mint hogy amikor megtörténik egy esemény, én ezt megírom, Facebook oldalon megjelentetem, nyomtatott formában, tehát csak így, hogyha valaki nagyon, nagyon erősködött, hogy ő szeretné elolvasni. De így nem lehet nyomdába küldeni. És milyen jó megoldást látsz rá? Azt, hogy szúrjunk ki egy napot, és nem, és lesz, amennyi lesz. Nincs tovább. Én úgy gondolom, hogy határozunk most mi közösen meg egy napot. Hogy aznap lezáródik a szerkesztés, lezáródik az anyagküldés. Ha az egy A4-es oldalnak a két oldala lesz, akkor annyi lesz. De ezt akkor ciklusra, vagy negyed évente szúrjuk ki ezt a napot. Mert tényleg az van, amit te egyébként sejtettél ugye előre, hogy ez lesz. Hogy... Igen. Én mondom, készülőmmel ezt látom, csak nagyon bután nézett volna ki, ezért döntöttem úgy, hogy nem csinálok belőle újságot, pontosabban elvileg az anyag megvan, mert azért joggal mondják azt a lakosok, hogy miért decemberi híreket olvassanak benne. Én ezt értem, amit mondotok, de azért azt is gondoljátok végig, hogy egyrészt ugye egy újság az, én azt szoktam mondani, hogy négy oldalanként változhat. Ugye 4A4-est, és nem a számítógépen begépelt, hanem egy újságnyi, az kb. 7000 karakter. Tehát ez, hogy összejön, az nagyon furán néz ki, így ahogy mondjátok, azért is ezt szeretnétek, szerintem, hogy valóban egy lap legyen egy pécsváradi újság. Persze, most ez nyilván ez egy sarkító dolog, de meg kell, hogy jelenjen. Voltak ilyen ötleteim, hogy képekkel rakjuk tele, tehát azért az sem biztos, hogy szerencsés. Hát az nyilván lennie kell annak is. Én akkor hagyd kérjem már meg, hogyha kéretek ilyet, hogy Pécsvárad város képviselő testülete, járuljatok hozzá, és én magam is így teszek, akkor bár én korábban leadtam egyet, de akkor nekem most abszolút felül kéne vizsgálnom, hogy abban már mi van. De hogy egy-egy rövid cikkel, akár azt, hogy éltétek meg, hogy éltük meg ezt az első pár hónapot, vagy fél évet. Jó? Ez nem egy akkora kérés, egy rövid terjedelembe. Feri már most jelentkezik, hogy... Nem, most terjedelem. Csak azon gondolok, úgy gondolt, hogy nincs elég dolgunk, még hírmondót is írjuk. Ne írjál hírmondót, ez egy rövid cikk, amit valamikor hétvégén meg tudsz írni, mondjuk szerintem 5 perc alatt. Hát én is benzenkedem ellen, nem szóval. Akkor úgy gondolom, hogy akinek lesz ideje, akkor... Nem megyek eddig, tehát most az a kérdés. Én olyat szeretnék kérdezni, hogy például meddig menjek vissza? Ha most azt mondom, hogy csinálunk ki, mondod, mert nekem ott van körülbelül 20 oldal voltak, mikor így kinyomtattam, vagy talán több is, sőt, még hagytam is ki belőle a külön kiadást. Tehát én kész, ezt hajlandó vagyok nyomdába rendezni, csak még egyszer mondom, szerintem tiszteletlenség az olvasókkal szemben, hogy olyan híreket kell olvasniuk, ami egy kicsit... Nézzük át, szerintem is az vicc lenne, hogy ilyen teljesen elmúlt és nem aktuális dolgokról, de akkor azt kéne megnézni, hogy mennyi az aktuális, amit meg lehet jelentetni most,
és akkor azt próbáljuk gyorsan kiegészíteni. Azt még egyszer mondom, hogy az viszont nagyon furcsa lenne, ezt tényleg komolyan gondoljátok, hogy mondjuk egy A4-es, tehát egy A3-as félbehajtott. Tehát ez nem újság. Én akkor most már megkérdezem, hogy akkor kell nekünk hírmondó? Írni nem akar senki, aki megírta, az hiába várja, hogy megjelenjen. Ez meg a másik. Az olvasót ezek szerint nem érdekli, akkor biztos, hogy kell nekünk hírmondó? Keresik. Most bocsánat, én nekem legalább... Tehát akkor meg, ha keresik, akkor miért nem nyomtattuk ki a 4A4-es oldal, vagy 1A4-es, akkor azt kell a kezünkbe adni. Ennyi hír jött össze. Nem tudom, hogy akkor lehet, hogy nem újságformátumban kéne, hanem kinyomtatni úgy. Tehát aki bejön és kéri, annak így kinyomtatom? Nem, hanem akkor általunk nyomtatott formába, valamilyen hírtartalommal. Tettünk egy nagyon halovány kísérletet, aki találkozott a májusi programsorolóba, abban már próbáltuk ezt, hogy úgymond megírni, a megírt cikket betenni. Csak az a kérdés, ez megint azt mondom, hogy egy-egy ilyen havi, tehát az megint nem újság. Jó, én még visszakanyarulva, tehát még egyszer, vegyük ki a nem aktuális dolgokat, és azt légy szíves mondd el, hogy akkor az aktuálisból körülbelül milyen terjedelem van. Hát ezt nekem is át kéne nézni. Jó. Tehát... Viki, hogy kicsit kettem, mert gondolom, ez nem egy kis feladat, de nézzük már ezt át, és akkor módosítanám a kérésemet, hogyha valakinek van ilyen ambíció és hozzá ideje, akkor egy pár mondatban, hogyha ezt leírja és eljutatja a gyöngyvérnek, azt szerintem nagy segítség lenne. Azóta mondjuk annyi előnyünk van, hogy pár rendezvény már volt, arról lehet írni egy ezek mind megvannak írva, tehát megint. Oké, akkor... Én azt javaslom, hogy bökjük ki a május 31-et, most mondtam, de lehet, hogy ez... Tehát egyetértve vele, és kész, és a lap zárta. És akkor következő három hónap múlva van a következő lap zárta. Mert akkor ez ugye... Ez eddig nem működött ilyen. Hát de gyönyvér, előbb-utóbb megszokják az emberek. Máskülönben nem működik. Be, akkor nem fogják. A világ összes újságja így működik. Hát valószínű ennek az is az oka, hogy... Tehát hosszú volt az az időszak, amikor nem volt lehetőség, vagy előtte nem se volt a túlrendesek. Igen, nyilvánvaló, csak még inkább elszoktak azok, akik még eddig írtak. Elsikkadt a határidő, meg sok minden más. Hát valószínűleg az írási kedv is ezért lanyhult le, mert azt mondja, most minek írjam meg, ha úgyse jelenik meg. Tehát, mert ugye most az, aki megírja, és ugye ilyen-olyan okok miatt ez tolódik, hogy most nem, és végén aktualitását veszti, azt rá nem fogod szedni kettő után, hogy még egyszer írna egy cikket. Ez egy egyetértés. Tehát ezért kell, én azt gondolom, hogy ha kell, akkor tényleg így négy oldallal elindulni. Csak mert Feri, pont te mondtad, hogy te például nem akarsz írni. Akkor ebből kiderül, hogy lesz-e létjogosultsága, vagy nem az egésznek, mert itt fölvetődött ez a kérdés, és én messze menően támogatom a kérdésnek a megválaszolását. Akkor annak meg a próbálja. Meg egyébként én egyáltalán nem tartom azt most akkora tragédiának, hogyha 3-4 képpel több kerül be a híromondóba, mert éppen nem volt. Egyébként meg szeretik az ember. Ott vagyok egy fotón kész. Hát most mi történik akkor? És előbb-utóbb megszokják a rendet és a rendszert, és biztos vagyok benne, hogy lesznek cikkek. Ha meg nem, akkor meg azt is tudjuk, hogy... Akkor meg mindig azt lehet mondani jövőre, hogy na, akkor becsukjuk az egészet, mert tényleg nem működik. Jó, május 31 gyakorlat zárta. Meg fogom írni az eddigi tudósítóknak. Itt most a tévénézői hallották. Nyilván azok, akik eddig írtak, ugyanúgy megkapják, mint eddig. És akkor utána, nem jön június 1-i önkormányzatülésen, de azt akkor látni fogom, hogy mennyi jön. Akkor vissza tudunk rá térni, hogy 3-an írtak, 10-en írtak, 100-an írtak. Most még nem fognak sokan írni, szerintem ezzel meg kell válni két számot, legalábbis akkor utána el lehet dönteni. Nem, de hát adjon tájékoztatást, hogy hányan, persze, igen. Mindenképpen. Jó. Lássuk, hogy ez motiváló erő, vagy elveszi a kedvét. Viszont akkor ezt lapját, utána gyorsan meg kell jelenteni. Ezt kőbe kell vésni a május 31-et, így van. Kell, akkor megint baj. Így van. Jó. Most már ígéretet tettünk itt tévé előtt, úgyhogy nem tehetünk, be kell tartani. Jó, egy-két apró közérdekű dolog, tényleg röviden. Az egyik a közterület felügyelettel kapcsolatban. Jöttek pozitív, negatív visszajelzések a közterület felügyelők munkájával kapcsolatban. Egy dolgot szeretnék mindenkinek azért elmondani. A munkájukat lehet kritizálni, de az, amit ők tesznek, az, amit ők bírságolnak, vagy bármilyen esetben felszólítják a lakosságot, azt be kell tartani. Tehát az ő munkájukat megkérdőjelezni nem lehet. Lehet véleményezni stílusban, várjuk is az ilyeneket, hogyha nem felel meg valakinek, de
higgy el mindenki, hogy szükség van közterület felügyelőre, mert különben már most látjuk, hogy elszabadulnak a dolgok. Tehát azok, akik most tapasztalják, hogy a közterületen elhelyezett gyönyörű köveit elszállítottuk, vagy felszólítottuk azokra, felszólítottuk őket, hogy hónapok vagy évek óta kintárolt dolgaikat tüntessék el, azok nyilván tapasztalják azt, hogy itt nem nagyon lesz kecmec, és sokan mondták a közterület felügyelőknek, ugye, hogy megkeresik a polgármestert, ezt már múltkor is jeleztem, hogy meg lehet keresni, bárkivel szívesen beszélgetek, de azt, amit én a közterület felügyelőknek előírtam, már pedig abban az van, hogy ha van egy rendeletünk, azt be kell tartani, és ők nekik kell betartatni. Tehát nincs belőle visszakozás. Vannak lehetőségek bizonyos közterület foglalásra, van egy szerintem elég hibás rendeletünk, és reméljük, hogy ezt a közeljövőben át fogjuk dolgozni jegyző úrral, illetve a szakemberekre, mert elavult az értékek, tehát olyan nevetséges összegek, hogy bárki, azt mondom, hogy farzsából ki tudja ezeket a pénzeket fizetni, és közben hónapokig rontja ugye az embereknek az esztétikai benyomását azzal, hogy építési hulladékot vagy egyebeket tárolnak közterületen, vagy olyan autó, ami ki van vonva a forgalomból, és mégis kínál füves területen. Tehát még egyszer felhívnám Pécsvárad lakosságának a figyelmét, hogy ezek az előírások mindenkire vonatkoznak. Nincs barát, nincs ellenség ebbe a dologba, ezt be kell tartaniuk, és hogyha ők nem tartatják be, az ő állásuk is veszélybe kerül. Ez az egyik. A másik, volt múltkor egy viszonylag, azt mondom, hogy meddő vita itt, de abban maradtunk, hogy majd meglátjuk, hogy mi van ezzel a zöld hulladékkal. Én úgy gondolom, hogy ez is működik, tehát nincs vele probléma. Egy picit még fel kell azért nőni Pécsváradnak ahhoz, hogy még jobban, még szervezettebben csinálja ezt, és én most nem a mi munkánkra gondolok, az önkormányzat, illetve a városgazdálkodásra, hanem hogy helyezzük ki ezeket az anyagokat. Meg kell tanulni, tehát viszonylag egyszerűen megfogalmaztuk, hogy az ágakat nem kell becsomagolni, de a füvet viszont be kell csomagolni, meg a falevelet. Ha ezt a két dolgot nagyjából betartjuk, akkor olyan nagy baj nincs. Azt látjuk, hogy jóval többször gyűjtünk, mint ahogy terveztünk, de hát ezt tudjuk is, hogy ez a tavasz ez most így fog lemenni. Nem gondolnám, hogy bárkinél kimaradt egyébként hosszú távon ilyen zöld hulladék. Ha mégis van ilyen, akkor pedig a telefonszámok ismertek, az önkormányzat számai, és jelezzék ezt, és akkor tényleg, ha elmaradt, akkor ezt meg fogjuk oldani. A fűnyírásban viszont mindenkinek a türelmét kérem, csináljuk ezeket a dolgokat. Ugye a város napja folytán nagyjából egy hetet csúsztunk, hiszen a várkertnek az állapota az olyan volt, amilyen, tehát azt egy hétig tartott rendbe hozni azt a közel 4 hektár, azt hiszem 4 hektár az egész. Tehát mire le lett vágva, és addig máshol nem is tudtunk vágni. Közben ugye a fűnyíró embereinek egy részét bizonyos alkohol problémák miatt el kellett távolítani, aztán most ez át lett értékelve egy kicsit, hogy mondjam, az iskola jó volt, ez egy hónap kihagyás, most ugye újból pár ember vissza lett véve, jelenleg 8 ember végzi ezt a kaszálást, tehát mindenhová oda fognak jutni a Péterék, de ebben kis türelmüket kérem, mert most jóval nagyobb felületet nyírunk, mint eddig valaha. De talán így egységes lesz a város egyszer végre. Talán. Jó, tehát ezek olyan dolgok. Még egy utolsó dolog a kutyával kapcsolatban. Megpróbálom így indulatok nélkül elmondani, bár szerintem ez elég nehéz lesz. Tehát, hogyha valakinek a házi ebét megtaláljuk, a házi kedvencét, majd mindenféle bírság nélkül visszavisszük ugye a gazdájának, és a közterület felügyelő felhívja a figyelmét, hogy a következő alkalommal ez már nem lesz így, mert így van megbeszélve, ugye, tehát van egy tartási díj, ennek van egy napi díja, és van egy úgymond visszaszolgáltatási díj. Ez még mindig töredéke annak egyébként, amit egy hatóság kiróna büntetésképpen. De ezért egy közterület felügyelőnek olyan trágár szöveget előadni, amit pár helyen hallottunk, azért ezt úgy gondolom, hogy ez egy kicsit átlépi a határt. Tehát azok az emberek, ez a két ember nem rossz szándéka vitte vissza a kutyát. Leolvastuk a csippet, be volt azonosítva, megtehettük volna, hogy esetleg átadjuk hatóságnak és fizet érte 30 vagy x 10 ezer forintot, nem. Jó indulatúan vissza lett véve és kapott egy figyelmeztetést. Ezt arra kérek mindenkit, hogy ezt próbálja megbecsülni. Tehát nem kell leszídni, meg beszólni ilyenkor ezeknek az embereknek,
mert ők azért valamilyen szinten kockáztatják ugye az épségüket, mert ezek a kutyák között bizony még kaukázusú is volt, tehát ez nem egy veszélytelen dolog, és visszaviszik ezeket az idegen kutyákat a gazdájának, és a gazdájának áll még följebb. Lehet ezt máshogy is csinálni, csak gondolom senkinek nem ez a célja, hogy most röködjenek itt a 10.000 forintok. És talán azt meg mindenki meg tudja erősíteni, hogy a kutyák helyek közel kezdenek eltűnni a településről. Egyébként az utolsó adat szerint most is 9 kutyát őrzünk, ami hamarosan ugye Bonyhádra kerül majd menhelyre. Tehát ez nem kevés kutya, és ebből 2 természetesen hol kölykezett le, hát nálunk. Tehát ezek már csak a habatortán, tehát hogy 2 bevisztünk, és másnap 12 lesz belőle. Jó, tehát én erre kérnék mindenkit, hogy azért próbáljunk normálisan viszonyulni ez a két emberhez. Ha vélemény van, nyugodtan várok mindenkit, jöjjenek be és mondják el, de őnekik is van egy munkájuk, ne higgyék el, hogy nem hálás munka ez. Jó, ezt úgy gondolom, hogy el kellett az ő védelmükben mondani. Ők is munkát végeznek, és a városért. Jó, én ennyit akartam elmondani, nem tudom, hogy nektek valamilyen. Doktorni? A kollégám megbíztak engem is a betegek. Igen, keresztül is kérném, hogy legyen kedves tájékoztatni bennünket laborügyben, mi a legutolsó fejlemény, vagy a legújabb fejlemény, hogy mikor tudunk indulni újra, köztudomásul a Márta lebetegedett, és folyamatban van a helyettesítése. Igen, tehát ugye aki esetleg nem tudná, vagy nem tapasztalta még, nyilván mert egészséges, ugye a labor jelenleg nem üzemel, mert az a dolgozó, aki a laborban dolgozott, egy soron kívüli műtét esett át, és ez akár hónap vagy 2 hónapnyi kiesést jelent. Megvan a jelentkező, a tulajdonképpen jogi dolgok miatt áll még az ügy, helyek közel megállapodtunk mindenbe, azt nem tudjuk, mivel ő egészségügyi intézményben dolgozó hölgy, aki gyesen van, de most visszajelentkezett, tehát jelenleg a szabadságát tölti. Na most ez azért nem annyi. Délután kaptam egy visszajelzést. Akkor lehet, hogy akkor menni fog. Tehát mi ezt nem tudtuk, hogy ilyen esetben, hogy ott alkalmazott már, és nem gyesen van, hanem szabadságát történt, hogy ugyanolyan munkaviszony, mint a dolgozna, lehet-e, de akkor ezek szerint, akkor ez meg van oldva. Nagyjából a pénzbe is megállapodtunk, tehát ez akár a jövő héten elkezdődhet ez a helyettesítés. Bíró doktor úr azt javasolta, hogy ne vegyük fel alkalmazásba, nincs rá szükség. Ugye a Mártának volt egy ilyen kérése, hogy úgy érzi, hogy egyedül nem elég ez a feladathoz. Mondhatom úgy, hogy az orvosi vélemény az orvosi kör, és talán a doktornő véleményét is osztották, hogy inkább jobban kell szervezni, és egy olyan munkaköri leírást kell a kezébe adni, ami alapján tud dolgozni, és számon kérhető is. És azokat a bizonyos sajátosságait ennek a labor dolgoknak, azokat, ami nem pozitív előjelű, azokat meg le kell építeni, és akkor talán minden megváltozik. Gondolok itt a 30 mintavételre, nem kell lehúzni a 30-nál, amennyi belefér abban, abba, annyit le kell venni, és akkor az embereknek nem kell 5 órakor vagy 6 órakor oda szaladni, hogy legyen sorszámunk. A péntek volt megjelölve még, hogy legyen pénteken is, és minden délután pedig az orvosoknak álljon a rendelkezésére a Márta, hiszen van egy vizeletvizsgálat, amihez nem kell más labor, sok vizsgálatot ott azonnal meg tudnak csinálni. Ezt meg abszolút támogatni tudom, mivel nem 4 órás, hanem 8 órás munkakörre fizetünk. Tehát Bíró doktor azt ígérte, hogy az orvosokkal együtt megírják a szakmai munkaköri leírást, mi pedig fogunk egy hivatalos, tehát ami inkább a munkaadói oldalról megy, illetve fontos, egy olyan munkaköri leírást, a kettőből gyúrunk egyet, és akkor ezt kell a Mártának betartania. Tehát itt állok, ez egy új információ, mert délelőtt, amikor erről beszéltünk, még a Péterre, meg én se tudtuk, sőt... Igen, mert ez senki nem tudott erre válaszolni, meg még meg kellett kérdezni az adott hölgynek a munkáltatóját is, hogy nem-e lesz ebből esetleg neki problémája, hogy elhelyezkedik szabadság alatt ide hozzánk. De akkor elvileg ez meg fog oldódni, de majd akkor tájékoztatjuk erről holnap után, jó? Köszönöm szépen. Én akartam is a Kultana Laci, csak egy perc, a Zandihoz hasonlóan én is egy programra szeretném elsősorban a tévénézők figyelmét felhívni. 16-án ezen a hétvégén szombaton a felvidéki napra kerül sor, az egy tradicionális rendezvényünk. 4 órakor az emlékkőnél egy megemlékezés,
vendégünk lesz Kovács József Galamb-Szent György partnertelepülésünk polgármester, ő fog ünnepi beszédet mondani, majd ezt követően a művelődőcsihez nagy termébe egy előadásra kerül sor a határon túli magyarság helyzetéről. Reményeink szerint elfogadta meghívásunkat Potápi Árpád, a miniszterelnökség nemzetpolitikai felelősségi titkára, hogyha a programjában nem csúszik valami közbe, akkor ő lesz az előadó. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Egy bejelentést szeretnék tenni. Személyemmel kapcsolatban egy bíróság ügy van folyamatban. Erről mindenki értesülhetett a sajtóból is. Ameddig ez az ügy egy jogerős döntéssel véget nem ér, addig én a képviselői jogállásommal kapcsolatban semmilyen lépést nem kívánok tenni. Jó, köszönjük szépen. Mondjuk ez kérdés is volt, többen megkérdeztek, hogy nem csak többen, hát ugye az újságtól kezdve, ahol mi elhatárolódtunk, mivel nincs jogerős. Attól függetlenül a cikk lejött, nem örülünk neki, mert ugye ez abszolút kicsit ilyen pécsváradi ellenes, vagy hát negatívan érinti Pécsváradot, de megvárjuk majd, mi lesz a vége, és akkor annak függvényében fogom a komité is reagálsz erre. Köszönöm szépen, más. Ha nincs, akkor megköszönöm a figyelmét mindenkinek, a tévénézőktől is elköszönök, és mindenkinek, hát még nem nyugodalmas jó éjszakát, de nyugodalmas délután kívánok mindenkinek. Viszontlátásra!